17. fejezet Két perc előnnyel érkezem a gimnáziumhoz. Abban bíztam, hogy ha korábban jövök, el tudom kerülni a médiát, de erről már lekéstem. Már is több kiradóstáp tanyázik a hátsó fronton, ahol az iskolabuszok végállomása van. A higanygőzzámpák halovány fényében is felismerem köztük a Pronyusz 16 mikrobuszát is leparkolok a tanári parkolóban, és elindulok egy kevésbé használt oldalajtó felé. Megkönnyebbülésemre nyitva is van. A folyoson nagyon meleg van. Az egész iskola papír és valamilyen rosszul sikerült fenyőillatú, ipari tisztítószer szagától bűzzik. A nagy terem egyenesen előttem van. Még senkit sem látok, de hallom az összegyűlt emberek zsivajgását. Izgatottság vesz erőt rajtam, mikor meglátok egy kolumbuszi tévéstábot, amint a reflektoraikkal és kamera állványaikkal ugyancsak befelé igyekeznek. Letérek egy oldal folyosóra, amelyről tudom, hogy egyenest a nagyterem végébe vezet. Meglátom Detriket, amint a színpadra vezető ajtók előtt egy kis pirálfüzet betemetkezve ádogál, mint egy színész, aki a bemutató előtt biflázza a szerepét. Ahogy meglát, leereszi a füzetét. Gondolom, rövidre akarja fogni, mondja. Ki nem állhatom az ilyesmit, mondom finoman, hisz valójában inkább levágatnám a kis ujjamat, sem hogy a sajtóval szórakozzak. Jó sok kamera lesz, mondja. Még rádiók is. Az egészről az a véleményem, hogy egy kalapszar. Detrick viszont olyan izgatott, mint aki épp most készül átvenni az emmi díjat. Még púdert is látok kopasz feje búbján a szemében levő csillogás pedig elárulja, hogy mennyire inkább politikai szerepnek tekinti a serifségét, mint rendőri munkának. Bölcsképet vágva meg is magyarázza nekem. Jó ideje vagyok már, zsaru, és nem is csinálom rosszul. De politikusnak is jó vagyok, és szeretnek a kamerák. Ön elégülten mosolyog. Ha gondolja, Elintézzem maga helyett a dolog média részét. Értek hozzá. Tudom, milyen rengeteg dolga van, és egyszerre nem lehet két helyen. Hátfut a fejemen, hogy így akarja elorozni tőlem az egész nyomozást. Tudom, hogy ez paranoiás gondolat. De azt is, hogy minden a közvélemény ítéletén múlik. A kamerák előtt Detrick annyival fényesebb lesz nálam, mint a nap a holdnál. De mellesleg igaza van. Tényleg az ügyön kéne dolgoznom, nem pedig itt jópofiznom 21 néhány újságíró előtt, mikor úgyis övé lesz a só. Mindezek a gondolatok a semmibe tűnnek, ahogy meglátom Norm johnston és Oggy Brockot közeledni. Detrick már szalad is feléjük, üdvözlésre nyújtott karral. Aggi észrevesz, de gyorsan elkapja a tekintetét. Norm úgy tesz, mintha ott sem lennék. Kibújok a Jackinből, és egy összehajtható szét támlájára terítem. Megpróbálok megnyugodni. Adásban vagyunk, mondja Norm. Gyorsan felvonulunk a színpadra, most még szorosan összetartó csapatként. Pistogni kezdek a reflektorok fényében, és közben töröm a fejem, vajon meddig fog tartani ez a nagy összhang. Mert tudom, hogy ez egy olyan ügy, amelyik a legszilárdabb kapcsolatot is képes darabokra tépni. És a kapcsolatom a polgármesterrel és a városi tanácsal eddig sem volt valami szilárd megállunk az emelvény mögött álló asszalnál. A ránk zuduló szemkáprászató fénytől meleg lesz, éles ellentétbe a kinti hideggel. Aggi átvág a színpadon, és megkocogtatja a mikrofont. Mindenki hall engem? A tömeg bólogat, és igenlően válaszol. Kissé felém fordulva először engem konferál be. Két Börkholder rendőrfőnök! Föllépek mellé a pódiumra, és belenézek az arcok tengerében. Felelősséget érzek az emberek iránt, akiknek a védelmére és a szolgálatára fölesküdtem. Magamban csak azt remélem, hogy úgy tudok hű maradni ehhez az eskühöz, hogy közben nem ártok sem a családomnak, sem saját magamnak. Gyorsan összefoglalom a résztvevőknek a bűnesettel kapcsolatos legfontosabb információkat, kihagyva azonban az áldozatok hasfalán talált bemetszéseket. Biztosítani szeretném önöket arról, hogy Holmes megye serif iradája, az Ohioi Kriminalisztikai Központ és a Pintőz Billy rendőrös napi 24 órában dolgozik azért, hogy a tettest mielőbb elfogja. Ehhez azonban kérjük a polgárok segítségét is. Szeretném, ha mindenki zárva tartaná az ajtaját. Kapcsolják be a riasztókat, jelentsenek az öröm minden gyanús tevékenységet, akármilyen furcsa is jelnek tűnik is. Azt is kérem, hogy a szomszédok figyeljenek oda egymásra. Mindig tudják, hol tartózkodnak a családtagjaik, a barátaik! A nőket különösen kérem, hogy vigyázzanak személyes biztonságukra, és ne menjenek sehová egyedül. Mikor befejezem a mondandómat, hirtelen átszakad a kérdése gegátja. A vágó hédi a tettes? Van már gyanúsíthatjuk? Milyen módon ölték meg a két nőt? Nagyon zavar a tömeg tolakodása. Egyszerre egy kérdést, mondom hangosan a mikrofonban. Oda sem figyelnek a kérésemre. Akkor észreveszem Steve Restlet az első sorban, és név szerint őt szólítom. Titkon abban reménykedem, hogy ezzel bizonyítom az örsön maradtak előtt a rámenőségemet. Hogy látják, mennyire ügyelek arra, hogy el ne idegenítsük magunktól a médiát az első csapásra. Börkholder rendőrfőnök. Kapcsolatba lépett az FBI-jal? Nem. Ha tömeg rosszallóan mordul föl. Miért nem? Azért, mert már együttműködünk a saját Kolumbuszi ügynökségünkkel, a Kriminalisztikai Központtal. Tucatnyi kész emelkedik a magasba. Egy sovány, ám annál vastagabb keretes szemüveget viselő férfira mutatok. Meg tudná mondani nekünk, milyen módon ölték meg az áldozatokat? kérdezi. A halott kém előzetes vizsgálata megállapította, hogy mind a kettőnek elvágták a torkát. Az áldozatok mindkét esetben elvéreztek. Részben a döbbenet, részben a rémület miatt a tömeg elcsendesedik. Most egy színszínnati recz föliratú sapkás emberre mutatok. Ez ugyanaz a módszer, amelyel a 90-es évek elején a vágóhídi gyilkos végzett az áldozataival. Kezdi. Tehát ugyanaz a tettes? Ezt nem tudjuk ténylegesen igazolni, de vizsgáljuk a régi ügyaktáit is. Mondom, majd nem törődve a válaszomat követő zajongással, egy nőre mutatok, akit a híradóban szoktam látni. Brutális kérdések következnek, mintha kövekkel haigálnának a tömegből. A válaszok akadozva jönnek a számra. Megteszem a tőlem telhetőt, de húsz perc elteltével kezdem úgy érezni magam, mint akit teljesen kifacsartak. Még mindig rengeteg kéz hadonászik őrülten, de most már senkit sem szólítok. Ha megbocsátanak, Nekem vissza kell mennem a munkámhoz. Ezzel lelépek az emelvényről, és Detrickhez fordulok. Detrick serif? Most azt várná tőlem mindenki, hogy odállok Aggi és Norma mellé, és onnan hallgatom Detrick sziporkáit. De sose voltam nagy rajongója a politikai kabarénak, úgyhogy egyből a hátsó ajtó felé veszem az utamat, és eltűnöm. A hátam mögött még hallom, ahogy detrik hangja zeng a hangosítókból. Árad minden pórusából a hozzáértés és a karizma, és tudom, hogy perceken belül a kezéből fogja etetni ellenséges hallgatóságát. Nem kellene, hogy bosszankodjam miatta, mégis bosszús vagyok. A tömeg mindig hálás, ha odafigyelnek rá, még ha önös szándékból teszik is dühös vagyok magamra, amiért én nem tudtam ügyesebb lenni a pódiumon. Türelmesebbnek és széltudatosabbnak kellett volna lennem. Meg kellett volna mutatnom nekik, hogy milyen erős vezető vagyok. Fölkapom a jackimet a székről, és úgy döntök, jobb, ha visszamegyek az örsre, ahol tényleg van eredménye a munkámnak. Detrick hangja még a folyosón is elkísér, ahogy végigmegyek a rengeteg szekrény mellett. Még ilyen távolból hallgatva is tele van a hangja önbizalommal. És tudom, hogy ő az, aki miatt pénztözmű polgárai mai jelbiztonságban fogják érezni magukat, nem pedig én. Főnök! Megfordulva látom, hogy Glock siet felém. Komor fejezése John Thomasett is mellette jön őket pedig egy fodrász sosem látott, kék szemű, vörös szakállas, amis férfi követi. Fekete gyapjú kabát van rajta, amely nem lehet túl meleg ebben az időben. A férfi mögött pedig egy mellény fölött ugyancsak fekete kabátot viselő gömbölyded asszony lépked nagy bakancsaiba. Ők Ezra és Bonnie Ausburger. Kezdzi meg van legalább 15 éve, hogy utoljára láttam őket, de most megismerem Auszpolgerékat. Gyerekkoromban vasárnaponként a szüleimmel hozzájuk jártam közös imáron. Sokat játszottam ellen nevű lányukkal, akinek volt egy Uri nevű fiú testvére is, aki mindig húzgálta a kappomat. Még akkor sem hagyta abba, mikor egyszer jól belelöktem egy kupasz lószarba. Mark, a legkisebb Augsburger gyerek, Ellis van Cleaver szindrómában szenvedett, ez aránytalan törpenövést okoz, amely gyakori az amis populációban. Persze, gyerekként csak annyit tudtam erről, hogy Mark kicsi maradt. De ellen egyszer elmesélte, hogy az öccsének egyel több lábujja van, és egy nagyjuk is van a szívében. Ahogy most meglátom Ezrát és Bonnét, azon tűnődöm, vajon a kis Marki éle még? Először Ezrának nyújtom a kezem. Mélyen a szemembe néz, és meglátom a szemében a rémületet. Ettől ugyanolyan félelem kezd zörömbölni az én lelkemben is. Rájövök, miért vannak itt, és már azt is tudom, hogy végződik találkozásunk. Ellen eltűnt. Szólal meg Ezra remegő hangon az anyanyelvünkön. Hallottunk arról a meggyilkolt angol lányról, és megijedtünk. Teszi hozzá Bonnie. Azért jöttünk, hogy segíts megtalálni ellent. Eszembe jut a kórház hullóházában a kerekes hordágyon fekvő, oszlásnak indult test, kifestetlen körmeivel, és olyan szomorúság tör rám, hogy néhány pillanatig képtelen vagyok megszólalni. Hogy szeretném, ha nem ellen holteste lenne? De most már tudom, hogy az övé. Bűntudat tölt el, hogy még csak fel sem ismertem. Igaz, eltelt vagy tizenöt év, mióta utoljára láttam, de rá kellett volna jönnöm, hogy ő az. Észre sem veszem, de én is közös anyanyelvünkön szólalok meg. Mióta nem látták? Ezra elfordítja a fejét, de előtte még látom az arcán a rettenetes szégyent. Két és fél hete, válaszol Bonnie ideges kézmozdulatot téve. Szúrós pillantást vetek Ezrára. Miért nem kerestek meg már előbb? Mert ez amis ügy. Úgy gondoltuk, nem tartozik másra. Ó, ezek a számomra szörnyen ismerős szavak. A hajam is égnek át tőlük. Azt hittük, egyszerűen csak megszökött. Mondja ezra. Az utóbbi hónapokban ellen olyan nehezen kezelhetővé vált, lázadó lett belőle. Azt mondogatta, hogy meglátjuk, egyszer csak felszáll a buszra, és elmegy tőlünk Kolumbuszba Rúthoz, az unokatestvérehez, mondja Bonnie. Mikor eltűnt, először azt hittük, hogy akkor biztosan nála van. Tegnap viszont hírt kaptunk róttól. Ellen sohasem érkezett meg Kolumbuszba. Jobb szeretném bevinni őket az őrsre, ahol nyugodtabb körülmények között beszélgethetnénk. Itt túl sok az ember, és túl sok a kamera is. Végignézek a folyosón, és észreveszem, hogy az egyik oszály ajtaja nyitva van. Menjünk be oda, ott nyugodtabb. Egy pillanatra ott hagyom Augsburgeréket, és halkan oda Glocknak, meg Tomaszettinek. Keressenek itt egy faxot, és szóljanak oda Monának, hogy azonnal küldje át a legjobb fotót, amelyet csak talál a második áldozatról. Ahogy elfordulok tőlük, látom, mind a ketten rájöttek, mi a helyzet. Blokk azonnal sarkon fordul, és futólépésben indul a sajtótájékoztató felé, hogy találjon egy iskolavezetőt, aki segíthet szeretném, ha mindezt Tomaszetti nélkül intézhetném. Az amisok, különösen a hagyományőrzőbb fajta, mint Augsburgerék is, különös ellenszemvel viseltetnek az angol rendőrség iránt. De a szabályzat és az udvariasság miatt nem hagyhatom ki ebből. Ha tetszik, ha nem, ő is résztvevője a nyomozásnak. Visszatérve Ezrához és Bonnéhoz, beterelem őket a tanterembe. Thomas szetti követ bennünket. Fölkattintom a villanyt. Előbukkannak a padok, a zöld tábla, amelyre valaki krétával azt írta, mmm, hűje! Yeah! Meg egy tanári asztal, jó sok papírral. Néhány műanyag széket húzok az asztal mellé, és leülünk. Egyáltalán tudsz valamit ellenről? kérdezi ezra pennszilvániai holland nyelven. Van róla egy mostanában készült fényképük? kérdem, de előre tudom a választ. Az amisok óckodnak a fényképezkedéstől, mert hitük szerint a képek csak cifraságok. Néhányuk szerint a fényképek, sőt a festmények is sértik a bibliai parancsot, ne csinálj magadnak faragott képet. A legidősebbek szerint, ha valaki lefényképez, azzal elrabolja a lelkedet is. Nincs fényképünk róla, mondja Ezra. Előveszem a noteszomat. Mikor látták ellent utoljára? Aznap, mikor eltűnt. Rajta kaptam, hogy cigarettázik a csőrben. Nagyot veszekedtünk. Mondja Ezra, mint két vállát fölvonva. A végén azt mondta, elmegy rúthoz az unoka És amikor ellen eltűnt, nem vettek észre valamilyen járművet a tanya körül? Kocsit, vagy akár bricskát? Ezra összehúzza bozontos szemöldökét. Lábnyomokat láttam a hóban. Nem jöttem rá, kinek a lábnyomai lehetnek. Merre felé látta a lábnyomokat? Kérdem, és érzem, hogy a szívem gyorsabban kezd verni. Azok a lábnyomok milyen jó kiinduló pontot jelenthettek volna. Ez az ember meg nem szólt a rendőrségnek. Az út felé vezettek. Semmi kétség, azokat a nyomokat rég betemette a hó. Mégis, ha ott járt a gyilkos, esettek hátrahagyott valamit. Tomaszettire pillantok. Menjenek ki a helyszínre Pikülszel és Skiddel? Mi a cím? kérdezi. Bonnie megmondja a farmjuk címét. Gondolják, hogy elrabolták? kérdi. Tomaszetti közben veszi a mobiltelefonját, és hátra megy a tanterem végébe telefonálni. Ismét ez rához fordulok. Tudna nekem személy leírást adni ellenről? A férfi csak néz rám szótlanul. Erre Bonnéhoz fordulok, akiből lassan buknak elő a szavak. 24 éves, kék szemű, a haja sötét szőke. Magassága, testsúlya? Körülbelül 156 centi, 60-62 kiló a leírás ráillik a második áldozatunkra. Van valami különös ismertető jele, vagy sebb hely a testén? Egy anya egy a bal bokáján, barna folt. Mindent gondosan lejegyzek, annak tudatában is, hogy Tomaszetti árgúj szemekkel figyeli minden mozdulatomat. Megszólal a telefonom. Látom, hogy Glock hív. Itt vagyok az ajtó előtt a faxon kapott képpel. Mondja. Fölállok, majd Bonnéra, és ez nézve ennyit mondok. Rattan jövök. Glock járkál a folyosón. Becsukkom magam mögött az ajtót, oda megyek hozzá. Átnyújtja a faxot. Nézem a bunszteremben készült fekete-fehér képet. Jól tudom, hogy élőben ellen egyáltalán nem hasonlíthatott a kiterített holtestre. De talán így is elég lesz ahhoz, hogy a szülei ráismerjenek. Maga szerint az ő lányuk? Kérdi Azt hiszem. Fogom a telefonomat, és a gyors hívóval Koblenz dokit tárcsázom. A laborban üzenet rögzítő felel, erre az otthoni számát hívom. Az első csöngetésre a felesége veszi fel. Türelmetlenül várom, amíg odaér a telefonhoz. Úgy látszik, rögtön azonosítani tudjuk a második áldozatot, mondom. Tudnom kell, emlékszik -e egy barna anyajegyre a balbokájánál? Koblenz sóhajt egyet. Igen, emlékszem. Elég nagy barna anyajegy van a balbokája belső részén, és ezt fel is vettem a jegyzőkönyvbe. Egy pillanatra lecsukom a szemem, aztán elmondom a dokkinak, hogy itt vannak Augsburgerék. Isten segítse most őket! Egészen biztos, hogy látni akarják a lányukat, sőt, biztos haza is akarják rögtön vinni. Befejezze a bontszolást? Most gépelem a jegyzőkönyvet. Tudnánk találkozni? Persze, adjon még egy fél órát. Befejezzem a beszélgetést, majd egy pillanatig lehajtott fejjel állok. Tudom, mennyire önző dolog ez, de nem tudom rávenni magam, hogy visszamenjek a tanterembe, és közöljem a szörnyű hírt az Augsburger házaspárral. Ő az, mondom Glocknak. A fenébe, mondja, majd kis idő múlva megkérdi. Akarja, hogy én is bemenjek magával? Megrázom a fejem. Nem, induljon a farmjukra. Hát, ha találnak valamit. Piküznek és skidnek, eddigre már ott kellene lennie. Mi legyen az öltönyössel? nem elnevetem a magam, mikor rájövök, hogy Thomas beszél. Majd én magammal viszem. De azért vigyázzon vele, még a szemese áll jól annak a faszinak. Majd vigyázok! Mondom, majd nagy levegőt véve megfordulok, és benyitok a tanterembe. 18. fejezet A terembe lépve látom Augsburgeréket a hátsó ablaknál gubbasztani. Úgy néznek rám, mintha a tenyeremben tartanám a világ mindenség összes titkát. Thomas és is ott áll egy-két méterre tőlük, és ugyancsak várakozóan néz rám. Ezra szeme az enyémbe fúródik, ahogy közeledem feléjük. Bonnie megfeledkezve arról, hol a helye, a férje elé tolakszik. Fakó szeméből vegyes érzelmek sugároznak, lemondás és remény keveredik olyan rettegéssel, amelyet egy anyának sem volna szabad megismernie. Ennek a fiatal nőnek a holtestét fedezzük fel ma reggel? Nyújtom a faxon érkezett képet Ezrának. egy van a bal bokáján. Remegő kézzel nyúl a fénykép felé. Bonnie a szája elé kapja a kezét, de nem tudja elfolytani a kitörő sikoit. Ezra nézi a képet, és látom, hogy egyre jobban remeg a keze. A gyilkosság ritka az amis közösségben. A halál legtöbbször természetes módon következik be. Úgy tekintik, mint végső megtérést az úrhoz, így egyfajta eleganciával fogadják. A fájdalom csöndes és magányos esemény. A most ezra szájából is kitörő hang azonban azt tanúsítja, hogy nem minden amis nyugszik bele ilyen sztoikusan a halálba. Ők is csak emberi lények, akiknek egy gyermek elvesztése elviselhetetlen fájdalmat okoz hideg vasként hasít belém a bánat és a fájdalom üvöltése. Aztán lehajtja a fejét, és arcához szorítja a lánya képét. Sajnálom, mondom a vállára téve a kezem, de ezra keresztül néz rajtam, mintha ott sem lennék. Bonnie lerogy a székre, és két közébe temeti az arcát. Zaklatottan keresek Tomaszettinél segítséget. Az arca szokás szerint komor, de nem látszik rajta olyan megrendülés, mint amilyet én érzek. Persze ő nem tudhatja, milyen kedves teremtmény volt egykor ellen Augsburger. És nem ismeri az egykori közösségemet sem. Fogalma sincs arról, amit én jól tudok, hogy mennyi velük született jóság van az amisokban. Arra az útra gondolok most, amelyet ennek a gyászoló házaspárnak meg kell tennie hullaházba. A kérdésekre, amelyeket majd föltesznek, és a rettentő válaszokra. Aztán majd haza akarják vinni ellen testét, hogy fehérbe öltöztessék, és beletegyék egy egyszerű kemény fa koporsóba. Rögtön meg kell mondanom nekik, hogy fel kellett boncolni a testet, és tudom, hogy nem fognak panaszkodni, bár ez az eljárás ellenkezik az amis életfelfogással. Hogy halt meg? Térdi ezra földultan. Meggyilkolták! Felelem. Bonni a levegőjét kapkodva suttogja. Mind got. Ezra, akit gyermekkorom óta ismerek, hitetlenkedve néz rám. Ennek a tisztességes, dolgos embernek túl nagy ez a megpróbáltatás. Nehezen, de azért tartja magát. Ezt nem tudom elfogadni, mondja, és bár a tanteremben nem fűtenek, izzadság cseppeket látok a homlokán, és a nyaka is elvörösödik. Nagyon sajnálom, mondom még egyszer. Lehajtja a fejét, és olyan erővel kap a homlokához, hogy attól félek, megsebzi magát a körmeivel. Ezra! kérdezem. Ki most a püspök a maguk körzetében? David Troyers. Az amisoknál egy-egy vallási körzet, 20-30 nagy családból áll, akiknek egy püspökük, két vagy három lelkészük, és egy dékányjuk van. Ismerem David Troyers, és azt is tudom, hogy a közé a néhány amis közé tartozik, akiknek van telefonja. Ezra végre fölemeli a fejét, és összeszedve magát megszólal. Haza akarjuk vinni ellent. Természetesen, mondom az amisok nyelvén. Hol van most? A Millersburgi kórházban. Haza akarom vinni, törföl belőle a zokogás, bármennyire is megpróbálja széles vállán megtartani a fájdalom elviselhetetlen terhét. Szeretném elvinni magukat a kórházba az én kocsimmal? Nem. De Ezra, Millesburg majdnem húsz kilométer ide? Akkor sem. Rázzal a fejét. Mi Bonnéval a bricskánkon megyünk. Annyira letaglózta a fájdalom, hogy szerintem át sem gondolta, hogy az út itt több órát is igénybe vesz majd. Bonnéra nézek, hogy segítsen, de nem szólal meg. Könycsillog a szemében, és még mindig a szája előtt a két keze, hogy hangosan fel ne jajduljon. Mínusz hat fok van odakint, mondom. Ez most rendkívüli helyzet ezra! Hadd vigyem el magukat! Bonnie hirtelen felemelkedik, és megszólal. Rendben, veled megyünk! Nem, csak az öklével a családfő az asztalra. A bricskával megyünk. Sok rossz napon volt már életemben. Általában úgy fogadom a rosszat, mint a jó ellentétét és abban bízom, hogy végül kiegyenlítik egymást. De ennek a borzasztó mai napnak az ellensúlyozására nem lesz elég egy vagy két jó nap. Nem sikerült ez rád rávennem, hogy az én kocsimmal jöjjenek. Nem maradt más megoldás, lassan gurultam az Explorerrel a bricskájuk után. Ez az út, meg ellen azonosítása több mint három órát vett igénybe. Most már éjfél is elmúlt. Fáradt vagyok, elkeseredett, és annyira fázom, hogy el sem tudom képzelni, mikor fogok valaha fölmelegedni. Haza kellene mennem, és aludnom valamennyit, de úgy sem tudnék, annyi bennem a feszültség. Tudom, hogy fölösteges megpróbálnom, csak álmatlanul forgolódnék az ágyban. Mindig a családtagok azonosítása a legszörnyűbb. Rosszalló tekintettel nézek a mellettem ülő Tomaszettire. De láthatóan nem törődik vele. Ha valami szaros gazembert lát az ember összevagdosva a hordágyon, úgy érzi, kicsit jobb lett a világ. De az ilyesmi! Ne legyen ilyen cinikus! Szólok rá. Miért, ha ez az igazság? Nem értek egyet magával. Mert még nem elég régóta rendőr. Thomas Setti egész éjszaka árnyékként követett. Csendes jelenlétét jobban szokon vettem, mint kellett volna. Nem került el a figyelmemet a helyzet iróniája, hogy talán pont én leszek az, aki segít neki, hogy rájöjjön azokra a régi dolgokra. Csak nem akarja őket hazáig is elkísérni? kérdezi. Nagyon rosszak az utak! Szörnyű, hogy ilyenkor úton kell lenniük. Tomaszetti szótlanul bámulja az ablakon át az út menti fagyos kukoricatarlókat. Az éjszaka világos és nyugodt, de a hőmérséklet már majdnem mínusz húsz fok. A csillagok bujócskáznak egy-egy magasan elszálló felhő mögött. A kórház felé menet fölhívtam David Troyers, Augsburgerék püspökét. Az amisokban tiszteletre méltó, ahogyan segítik a családok egymást a bajban. Tudom, hogy mire hazaérnek, az egyik szomszéd család már ott lesz náluk, és másnap segít az állatokat ellátni, főzni és előkészíteni a temetést. Ezra lova egész úton fáradhatatlanul kocog, míg csak meg nem érkezünk a tanyára. Mikor a házukhoz vezető hosszú bekötőútra befordul a bricskával, villantok néhányat búcsúzó a fényszóróval, és visszafordulok a város felé. És most hová, főnök? Thomas ki kitartóan néz engem azokkal a sötét, szúró szemekkel. Nehéz elkapni a pillantását, de akkor nem ereszt. Sok megpróbáltatást látszik ezekben a szemekben, és elgondolkodom az eredetükön. Töröm a fejem, hogy vajon az én szememben is ugyanezt látják-e mások. Nehéz rendőrnek lenni, anélkül, hogy meg ne ártana az embernek. Pontosan tudom, hogy soha nem találkoztam a ezelőtt, az arca mégis ismerős. Szívesen elviszem a moteljába, vagy vissza az őrse? Mondom. Döntcs el! Az örs nagyon jó lesz. Maga aféle éjszakai bagoly? Elhúzza a száját. Álmatlanságban szenvedek. Megszoktam, hogy mindenféle emberrel dolgom akad, de ez a Tomaszetti egy kicsit idegesít. Szeretném azt hinni, hogy nem érdeke ez az ezer éves tekintet, de akkor nem mondanék igazat. Különösen nem ma éjjel, amikor másra sem tudok gondolni, csak régi titkaimra. Végül is ki hívta magát ide? Kérdezem egy kis idő múltán. Olyan közömbösen válaszol, mintha csak az időjárásról csevegnénk. Norman Johnston, meg a polgármester, meg az a nagyszájú nő. Persze, Jenin Forman. Majdnem elnevettem a magamat találó utaláson. A három testőr ki akarják piszkálni az állásából? Csak a gyilkost akarják elkapni. És csak ezért hagyták ki a buliból? Haragos pillantást vetek rá. Azért hagyták ki a buliból, mert félnek, hogy ezek a gyilkosságok elriasztják a turistákat. Örülök, hogy így képbe hozott, mondja. Ki nem állhatom szarkasztikus modorát? Az évek során persze találkoztam már sok hozzá hasonló zsaruval. Öreg veteránokkal, akiknek megvan a gyakorlatuk, de hiányzik belőlük a humanitás, amitől jó zsarúvá válhatnának. Minél több mindent látnak, annál kevesebb bennük az együttérzés. Annál jobban szarnak az egészre. Színikusok és keserűek lesznek egészen eltompulnak, és ezzel minden más zsarujó hírének csak ártanak. És mióta főnökösködik? kérdezi. Két éve! Az előtt is rendőr volt. Ellenállok a késztetésnek, hogy képeket vágjak. Miért? Gondolja, hogy előtte manikűrszalomban dolgoztam? Végre kissé elmosolyodik. De ugye ez az első gyilkossága? Ezt Norm Johnson mondta magának, ugye? Ezt viccesnek találja. Csak nem akar bizalmas infókat kiszedni belőlem. Nem, csak az igazságra vagyok kíváncsi. Nézze, ha én igazat mondok, általában bajba kerülök. Van egy olyan érzésem, hogy ezzel nem sokat törődik? kinéz az ablakon, aztán megint felém fordul. Szóval milyen gyakorlatot szerzett? Megvonom a vállam. Kalambuszban voltam rendőr, hat évig járőrösszem, két évig meg nyomozó voltam, gyilkosságiaknál. Még a műszerfa halvány fényében is látom, hogy fölhúzza a szemöldökét. Ezt egy szóval sem említették. Persze, hogy nem. És maga mivel foglalkozott? Narkósokkal leginkább. Nyomozóként? Aha. Mióta? Mióta a dinoszauruszok megjelentek a Földön? Ha nem vette volna észre, én magam is dinó vagyok. Mondja nevetve. Ellenállok annak, hogy elnevessem a magam. Ismerősnek néz ki? Épp azon törtem a fejem, mikor fog majd ide kiukadni. Nem egészen értem, mit akar ezzel mondani. Hogy hogy kiukadni? Mire? Ugye maga nem nagyon figyeli a celebekkel kapcsolatos híreket? A kérdés hallatán halványon feljemlik valami. Újság, meg tévé hírek egy Clevelandi vagy Toledói zsaruról, akinek az egész családját kiirtották, és hogy a híres zsaru begorombult. Nem tudom palástolni a csodálkozásomat, mikor megint ránézek. Igen, az lennék én, mondja viccesen. Na, milyen mázia van? Nem állom a tekintetét, csak bámulom az utat magam előtt. Amit tavaly történt Toledóban? Clevelandben, javít ki, és már két éve a dolognak. Többé kevésbé követtem a szoriát, ahogy a fél államban mindenki. Szívesen megkérdezzém tőle, hogy tényleg megtette -e azt, amivel megvádolták, hisz annak idején az egész bűnöldöző szakmában elterjedt, hogy Tomaszetti bekattant hogy egymagában vette öldözőbe azt, aki felelős volt a családja kiirtásáért, és bosszút állt rajta. Nem tudták rábizonyítani, de a körzeti ügyészbíróság elé juttatta. – És hogy került a kákához? – kérdezem nem sokára. – A főnököm meg akart szabadulni tőlem, és jó ajánlást adott. Ezek a balfékek a kákánál azt sem tudták, kit kapnak, mondja fanyar mosolyjal. Nem akar jól berúgni és tovább beszélgetni erről? Maga imást nem tud beszélgetni? Általában nem. Egy darabig csöndben autózunk, aztán azt mondja. Nem olyan könnyű letenni a nyomozó vizsgát, főnök. Miért hagyta ott a nagy dicsőséget ezért a kisvárosi rendőrfőnökségért? Megrántom a vállam, és magabiztosan mondom. Mert itt születtem. Bólint egyet, mintha megértené. És honnan tud ilyen jól németül? Az Augsburger házaspárral folytatott beszélgetésemre célhoz. Nem német, hanem penszilvániai holland. Sosem hallottam róla. Az ami sok nyelve! Jó sok ami van ohajónak ebben a részében mondja, és érzem, hogy közben alaposan szemügyre vesz. Mostanában már több ami is él itt, mint Pennsylvániában. De miért is érdekelné ez a statisztikai adat? És tanítják is ezt a nyelvet a helyi főiskolán? Nem, én a szüleimtől tanultam. Látom, hogy ez szöget a fejébe. Nem egészen tudja a dolgot hová tenni. Más körülmények közt évezném a helyzetet. Mégsem akar egyenesen rákérdezni. Persze az ilyen Tomaszetti félék nem sokat törődnek az úgynevezett politikai korrektséggel. Végül szerez egy jó pontot azzal, hogy csak rákérdez. Ezek szerint maga is hamis. Csak voltam. Hm. Johnston nekem csak annyit mondott, hogy maga pacifista. Ennyire nem látná át a szitán? Johnston egy szaralak? Helyben vagyunk. Füttyent egyet. Egy pisztolyt viselő, káromkodós, amisnak született női rendőrfőnök. Itt süllyedjek el, ha láttam még ilyet. Az őrs előtti parkolóhely, hál' Isten már lírült, mire megérkezünk. Az előtérben monát pillantom meg. Lábát magas sarkú csizmájában feltette az asztalra, hátradőlve almát eszeget, és egy CSI-szerű burítóval ellátott bűnügyi könyvet olvas. Csizmás talpa egy ritmusra jár a régi Pink Floyd számmal, amely olyan hangosan szól a rádióból, hogy nem is hallja meg az érkezésünket. Úgy látom, az éjszakai műszaknak is megvannak a maga szépségei. Szólítom meg köszönés helyett. Lecsapja a könyvet, és teteszi az almát. Gyorsan lekapja a lábát is az íróasszalról. Hello, főnök! mondja, meglepetésemre hirtelen elpirulva ez a francos könyv olyan jól kikapcsol. Elém tolja az üzeneteket. Húsz perccel ezelőttig el sem akart hallgatni a telefon. De most már lassan lefeküdt mindenki. Hál' Istennek! Megjöttek az első ütődött telefonok is. Egy komplet őrült omahából elmondta, hogy előző életében a vágóhídi gyilkos végzett vele is. Aztán egy kelepkótya alapkolumbuszból közölte, hogy amis nem volna szabad rendőrnek menni. Sorolja, majd összegyűri a két kis papírt, és a szemét kosárba dobja őket. De a kolumbuszi pasast jól helyre tettem. Köszönöm, veszem át a többi cédulát. Ha szépen megkérném, csinálna egy kis kávét? Rám is rám férne egy adag, mondja, majd Tomaszettire néz. Aztán látom, hogy le sem tudja róla venni a szemét többet. Ismerem ezt a fajta női érdeklődő tekintetet, de ezúttal meglepődöm. Hisz Tomaszetti nem tartozik abba a kifejezetten csínos fiú kategóriába. Ahhoz túl szigorúak a szemei. A szája is túl vékony és fenyegetően szorítja össze kicsit horgas az orra. Nem lehet több sokkal negyvennél, de olyan ráncok szabdalják az arcát, mint azoknak, akik túl keményen és túl sokáig éltek. Miért van az, hogy sok fiatal nőnek tetszenek az olyan férfiak, akik olyan idősek, hogy az apjuk lehetnének? Toma, ez itt Mr. Thomas a kolumbuszi kákától. Tomaszetti nyújtja a kezét Monának. Örülök, hogy megismertem. Mona széles mosolyjal válaszol. Üdv a fedélzeten! Csodálkozva forgatom a szemem, miközben indulok az irodámba. Oda bent ledobom a jackimet, aztán bekapcsolom a számítógépet. Míg bemelegszik, glokkot tárcsázom. Talált valamit lapról? Kérdezem. Láda, vagy tiszta a pasas, vagy már meg is halt. Csak bányászom tovább! Nyugalomra intettem a magam, hogy csak véletlenül mondhatta, hogy halott. Hisz erről semmit sem tudhat. Ha persze tényleg halott Daniel Lapp. Na és Augsburgeréknál találtak valamit? Volt ott néhány régi abroncsnyom, de szinte teljesen felismerhetetlenek már a hótól. Sikerült azért a venni? Egyet sem. Lábnyomukat sem találtuk. Vagy óriási szerencséje van, vagy ismeri már a trükkjeinket. Mondja, majd kis szünet után hozzáteszi. Kérdezősködtünk is, de senki nem látott semmit. Ez a pasas egy szellem. Tomaszetti lép az irodámba, kezében két bögre kávéval. Éntek neki, hogy üljön le. Köszönöm a friss híreket, Glock. Pihenjen egy kicsit! Magának sem ártana. Leteszem a telefont. Tomaszetti elém teszi az egyik bögrét, és leül az íróasszalon túloldalán. Ha a kávé iránti szenvedélyemmel akar megfogni, Mondom neki, akkor már is szerzett néhány jó pontot. Csinálok rögtön egy másik kancsóval is. Egy elfogadható mosolyjal válaszolok. Nem mosolyog vissza, hanem megkérdezi. Találtak a fiúk valamit? Elmondom, mit tudtam meg Goktól. Összedörzseli a két tenyerét, mint akinek megjött az étvágya. Volna ideje megmutatni, mit szedtek össze eddig? Nem valami sokat, mondom, és először átnyújtom neki a régi vágóhídi gyilkosságok aktáját. Ez történt a 90-es évek elején. Thomas Szetti olvasó szemüveget vesz elő a mellény zsebéből, és kinyitja a dossziét. Míg ő olvas, én oda megyek a faxhoz. Ahogy ígérte, dr. Koblenz már el is küldte ellen Oxburger boncolásának előzetes jegyzőkönyvét. Miközben a másik szobába indulok vele a fénymásolóhoz, belelapozok. A halál egy mély vágott sebb következében állt be, amely a nyaki főverőeret vágta át. Halál oka, kivérzés. Koblenz nem csatolt képeket, de nincs is rájuk szükségem. Pontosan látok mindent, ha becsukom a szememet. Az oszlásnak indult testet, amely a Huffman ház gerendáján fejjel lefelé. Bonnie és Ezra Ausburg ellesújtott arcát, amint megpróbálják feldolgozni lányuk halálát. Saját titkaim jutnak eszembe. Mi lett volna, ha nem kapom fel apám vadászpuskáját, és nem védem meg magamat. Belőlem is ilyen ellen Olszburger vagy Amanda Horner válhatott volna. Föltrancsírozott testemből nem maradt volna más, mint rideg bizonyíték. A bonc nézve, Daniel lapjut eszembe, és Istenemre csak arra vágyom, hogy a melkasa helyett bár a fejébe eresztettem volna a golyót. Mikor visszatérek az íróasztalomhoz, Tomaszetti fölnéz az olvasásból. Látom, hogy közben jegyzeteket is firkált egy noteszba. Mi a maga elmélete? kérdi. Vagy a régi gyilkos tért vissza, vagy egy utánzóval van dolgunk? Ez nem utánzó. Hogy lehet ebben ennyire biztos? Az egykori áldozatok hasára vésett római számokat sohasem hozták nyilvánosságra. Nézd rám a szemüvege fölött olyan arc kifejezéssel, mint aki nyilvánvaló dolgot állít. Ki szivároghatott ez az információ? Ha úgy lett volna, megírták volna alapok is. Ebben igaza van, de semmit sem mondok rá. Ingatja a fejét túlságosan szembetűnőek a hasonlóságok. Ez ugyanaz a pasas. Hogy magyarázza a sok éves kihagyást? Más lett a helyszín. A számozást folytatta tovább. Erősen figyel azokkal a szórós szemekkel. Összevetette már ezeket a jellemzőket az EBLP adatbázisával? az EBLP, az FBI által működtetett erőszakos bűnözők letartóztatási programjának rövidítése. Olyan adatbázis, amely a bűneseteket hasonló aláírások és hasonló elkövetési módok alapján hasonlítja össze. Mindketten tudjuk, hogy ezt már rég meg kellett volna tennem. Szetti most azon töri a fejét, hogy erre miért nem került sor. Reméltem, hogy majd maga segít ebben, mondom. Jó, akkor én ezt a római számos aláírást már is beviszem. Azért az ohájói főgészség OBP adatbázisában már fut a keresésem, mondom. Ha már a segítségül hívott külső forrásoknál vagyunk, megtudhatnám, miért nem lépett kapcsolatba az FBI-jal? nincs semmi gyanúsítgatás a kérdésében. Csak egyszerű kíváncsiság. Hogy vajon volt-e valami okom elmulasztani, amit nyilvánvalóan meg kellett volna tennem? Hát persze, hogy volt. Sarokba szorított ezzel, és csak úgy mászhatok ki a dologból, ha hazudok neki valamit. Tudja, a városi tanács egyes tagjai rettentően féltik a turista forgalmat. Nem akarják, hogy az egész ország sajtója fölkapja a városunk nevét? Szerintem maga van olyan kemény zsaró, hogy nem sokat törődik az ilyen aggodalmakkal. Nem szeretném, ha tovább feszegetné ezt a témát, ezért úgy teszek, mintha a papírjaimmal lennék elfoglalva. Túlságosan hevesen dobog a szívem. Érzem, hogy továbbra is szóló szemmel méreget, és megpróbál magában véleményt alkotni rólam. Hogy mennyire vagyok rátermett? Hogy milyen vagyok valójában? És magának van elképzelése a kihagyással kapcsolatban? Kérdezem egy idő után. A számozásból az látszik, hogy bizonyára vannak további áldozatok, akikről nem tudunk. Újjával a dosszér a koppint ez a pasas szórakozik a rendőrséggel, és szerintem közben sem hagyta abba. Nem volt benne annyi önfegyeleme. Szerintem az elmúlt 16 évben máshol gyilkolt. Ha csak nem akadályozta meg ebben valami. Börtön vagy kórház. Nézem az előtte fekvő papírokat. Már két teljes oldalnyi jegyzetet csinált. Apró dőrbetűkkel jegyzet el. Elkezdett profilt készíteni? Előzetes profilt, mondja, majd a papírokba bele sem nézve, fejből sorolja. Fehér férfi, 35 és 50 között. Teljes munkaidőben dolgozik, de rugalmas beosztásban. Sikeresnek tartja a környezete, és valószínűleg vezető pozíciót tölt be. Fegyelmezettsége mellett lobbanékony, és épp lobbanékonyságát nem tudja mindig kordában tartani. Nős, de baj van a házasságával. Valószínűleg tinédzser vagy felnőtt gyerekei vannak. Jó apának tartják. A felesége vagy tud, vagy nem tud az üzelmeiről. Ha tud is, nem tudja, mennyire sötét dolgokat művel. Azt biztosan nem, hogy gyilkol is. Senki sem gyanakszik rá. Lehet, hogy impotens esetleg kezelés alatt is áll. Az erőszak jobban felizgatja, mint a szex. Azzal szerez szexuális kielégülést, hogy másoknak fájdalmat okoz. A kínzások oka a kényszeres cselekvés. A gyilkosság csak másodlagos következmény. Az élet utolsó pillanatainak látványa persze ugyancsak izgatja. Kis szünet után folytatja tovább. Gyerekkorában valószínűleg állatokat kínzott és bajba is kerülhetett emiatt. Tinédzser vagy fiatal férfi korában pszichiátriai problémái lehettek. Ezeket azonban nem biztos, hogy kezelték is szenvedélybetegségre hajlamos, de jól titkolja kényszerességét. Klasszikus pszichopata. Végtelenül önző. Valószínűleg nagy pornográf gyűjteménye van, főleg szadomazó anyagokból. Mivel rabjává vált a dolognak, a számítógépén is biztos van egy csomó ilyen film és videó. Sok időt tölt a fantáziálással, mielőtt ténylegesen elköveti a bűntényeket. Élvezi a tervezgetést. Aztán, ha túl van a gyilkosságon, sok időt tölt azzal, hogy újraéli az izgató eseményeket. Ha bármely más ügyről lenne szó, egyet is tudnék érteni ezzel a jellemzéssel. Sőt, lenyűgözne, milyen pontos profét tudott rajzolni. Azonban ezek a jellemzők egyáltalán nem illenek Daniel lapra. Thomas Setti átadja nekem a jegyzeteit. Ez mind előzetes, és lehet rajtuk változtatni. Bólintok, és elkezdem a profi vázatát tanulmányozni. Hideg futkos a hátamon, hogy olvasom a részleteket. A gyanúsított erős testfelépítésű, nagy testi erőt kívánó munkát végez, vagy rendszeresen ezzi magát. Irányító személyiség, aki haragra gerjed, ha kicsúszik a kezéből az irányítás. Szeret tetszeni másoknak, különösen a nőknek. Sok gondot fordít a külsejére. Kedvesnek és ártalmatlannak szereti mutatni magát. Jól érzi magát női társaságban ügyesen érintkezik velük. Valószínűleg nők közelében anya, lánytestvérek nevelkedett. Van állandó kapcsolata, de az nem zavartalan. A kapcsolat felbomlásának lehetősége dühíti, és úgy érzi, kicsúszott a kezéből az irányítás. Báratlan lehetőségeket is kihasznál, de általában szereti megtervezni az akcióit izgatják a tetteiről megjelenő újsághírek. Mindent megtenni a média figyelmének felkeltése érdekében. Ismét csak Daniella lapra gondolok. Szerintem nem tennénk jól, ha kizárólag az olyan gyanúsítottakra szűkítenénk a nyomozás figyelmét, akik mindezen kritériumoknak megfelelnek. Pedig általában ez az, amiben a kollégáim szerint verhetetlen vagyok. Nem akartam megsérteni ezzel. Mondom, és visszaadom a jegyzeteit. Dehogy sértett meg, mondja. Mi az, amivel nem ért egyed? Nem hiszem, hogy ebben a korai fázisban bár még gyanúsítottat kellene zárnunk. Furcsákodva néz rám, hogy vajon mit akarok ezzel. Nem nézek a szemébe, hanem a papírjaimat böngészem, vagy másképpen fogok hozzá. A pasas most nyilvánvalóan gyorsabb ütemben követi el a gyilkosságokat. Mit gondol, mi lehet ennek az oka? Azt mondanám, hogy a személyes életében történt kellemetlen változás. Talán nőkkel kapcsolatos. A feleségével, a barátnőjével. És mivel rosszul tűri az elutasítást, most bosszút áll. Gyűlöli a nőket! gyűlöli őket, de vágyik is rájuk. Deviáns módon. Hogyan választja ki az áldozatait? Kérdem. Megakad a szeme egy nőn. Elkezdi szemmel tartani. Figyeli néhány napig. Esetleg egy hétig. Kiismeri a szokásait. Rájön, hogy mikor a legsebezhetőbb. Mikor tud hozzáférkőzni. Én leszűkítettem a szemtanúk kikérdezését az áldozatok eltűnését megelőző néhány óráról. Viszont ha a fickó napokig figyelte és követte az áldozatait az elrablásuk előtt, akik négy vagy öt nappal az eltűnésük előtt kapcsolatba kerültek Amanda Hornerrel és Ellen Augsburgerrel. Egyetértek. Maga szerint mindig egy bizonyos típusú nőt szemel ki magának? Mindkét áldozat fiatal volt. Épp csak a húszas éveik kezdetén. Csínosak, filigrán alkatúak. Hát ez a városban rengeteg nőre ráillik? Bólint. Folytassa. Hol hajtja végre a gyilkosságokat? Gondolkodom most hangosan. Mondom, ami eszembe jut. Kérdések, ötletek. Jó búvó helyre van szüksége, mondja Tomaszetti. Ahol senki sem hallja. Lehet egy alaksor. Üres lakóház, vagy valamilyen másik épület. Hangszigetel szoba. Tomaszetti szűkíti a lehetőségeket. Ha van felesége, tudna az ilyen szobáról, vagy az alaksori helyiségről. Ha csak nincs egy másik megfelelő hely, Melléképületek? Esetleg ingatlan bérel? Mondom, aztán magam is elgondolkodom. Miért gondolja, hogy a feleség semmiről sem tud? Ha függő személyiség és a fél terrorizálja, lehet, hogy tud. Fogadj el az álláspontomat. De nem valószínű. Ezek a gyilkosságok túl brutálisak. A fickó nem fogja vissza magát. Egyedül dolgozik. Káplástalanul. Teljes magányban éli ki a vágyait. Csönd telepszik ránk. Nézzünk egymásra. Tomaszetti izgatottnak tűnik. A vérebb szimatot kapott. Lássuk a munka megosztást. Mondja nem sokára. Tudnom kell, ki mivel foglalkozik, mivel bízta meg a saját embereit. Mit bízott a serif embereire? Csak hogy ne vesztegessük a drága munkaerőt párhuzamos feladatokra. Belelapozzuk a jegyzet füzetembe, megkeresem a lapot, ahol följegyeztem a kiosztott feladatokat. Megkérem Monát, hogy ez gépelje le magának. Jó, én meg mai jelbe befejezem a profilt. Bólintok adja oda reggel azt is manának, és ő majd kiosztja. Fölveszi az asztalról a vágó hídi gyilkos dossziáját. Ezt elvihetem? El, ha reggel visszaadja. Mondom, és nem kérdezem meg tőle, mikor akar egyáltalán aludni. Föláll. Ahogy kiegyenesedik, meglátom a pisztolytáskájában a fegyverét. Félautomat az Zauer. Nagyon csodálkozom azon, hogy rendőrlétére ilyen jól öltözött. Hímzett monogramos ing, drága nyakkendő, jól szabad öltöny, részletek, amelyeket észre sem kellene vennem. Akkor viszont látásra reggel, mondja, és indul az ajtó felé. Nézzem, hogy eltűnik a folyosón. Nem jutottunk túl messzire, de a profil jó kiindulás lesz. Úgy érzem, képes leszek együtt dolgozni vele. Nyert vele a csapat. Remélem, ennyi elég is. Kinézek az elhagyott utcára a sötét ablakon túlra. Szikrázik a hú az szalámpák fényében. A gyilkosra gondolok, hogy vajon muhó vágyai mai is gyötrik. Oda settenkedik most is, következő áldozatát keresve? Vagy talán már ki is választotta, ki lesz a következő? 19. fejezet A Villa O'Dell Motel koszos kis szálloda volt, de John Thomas nem is igen számított jobbra. A motel vezetése megpróbált távolról valami amis szuvenírboltra hasonló arcolatot adni a helynek, de csak valamiféle középnyugati romposság lett az igyekezet vége. Másodrendű padlószőnyeg Ronda ágytakaró Bálló tapéta a fürdőszobában. A légkondiból langyos levegő szivárgott, amelynek cigaretta füst és penész szaga volt. De azért tiszta volt minden, és úgy sem vágyott másra, csak egy ágyra, meg egy forró zuhanyra. A tévé szerencsére működött, a Fox híradós csatornára állította, és föltörte a pecsétet egy üveg sivász viszki nyakán három töltött töltött egy műanyag pohárba, és a felével kis öblögette a száját, míg a laptopja bemelegedett. Ahhoz már túl késő volt, hogy fölhívja Harry graves a barátját, a GSNK-nál, azaz az FBI gyerekrablások és sorozatgyilkosságok nyomozó központjánál. Így csak egy e-mailt fogalmazott neki, és megjegyezte, hogy reggel első dolga lesz el is küldeni. Újabb pohár töltött magának, miközben az FBI honlapján szörfölgetett. A GSNK ugyan nem működött online módon, de megtalálta a gépen a beküldendő 46 oldalas őrlapot. Egy-egy jellegzetes bűnözői aláírás beazonosítása hosszú keresést igényelt, de gyakran megérte a ráfordított időt. Ha bárhol az usában hasonló bűneset történt, és persze, ha bevitték az adatokat a gyesenykába, akkor lehet, hogy horogra akad a tettes. Egy jó óráig eltartott, míg kitöltötte az őrlapot. Aztán elküldte a számítógépen, majd kinyitotta a vágóhíri gyilkosság dosszéját, és neki fogott olvasni jegyzeteket kezdett írogatni, és megpróbált belemerülni a munkába. Valaha ez oly természetes volt neki, mint a lélegzetvétel. De ma már nem. Voltak napjai, amikor nem tudott menekülni a sötét mélységből, ahová a gondolatai magukkal húszák. John immár nem olyan figyelmesen és elfogulatlanul nézze a gyilkosságok részeteit, mint egykor még zsaruként tette, hanem egy olyan szánalomra méltó rettenetével, aki maga is közeli kapcsolatba került az erőszakos halállal. De nem csak a saját múltja zaklatta ma éjjel. Azon kapta magát, hogy egyre két Börkholderen jár az esze. A hosszú évek során már jó sok zsaruval dolgozott együtt de női rendőrfőnökkel, különösen kisvárosival ritkán találkozott. Amis rendőrfőnök nőről pedig még életében nem is hallott. Talán ezért találta olyan érdekesnek a nőt. Először is csendes teremtés, ami nagy ritkaság a női zsaruk körében. Ezt feltétlenül értékelte benne. Aztán csinos is, mint egy kedves lány a szomszéd házból a szeme színe, mint annyi ez És ezt jól ellensúlyozza szokatlanul sápat arca. A termetes portos, a szája szép vonalú. Johnnak nem voltak előítéletei a női zsarukkal szemben, de tapasztalata szerint akárcsak a férfi rendőrök nem voltak igazán alkalmasak arra, hogy az ember járni kezdjen velük. No, nem mintha komolyan gondolt volna erre. Kevés férfi lehet nála gyalázatosabb állapotban, csoda, hogy még a felszínen tudja tartani magát. Kéten pedig első pillantásra látszik, hogy több esze van annál, mint hogy összeszűrje a levet egy ilyen romhalmazzal. Már épp lezárta a laptopját, mikor megszólalt a telefon a második csengetésnél fölvette, és kurtán beleszólt. Tessék! Thomas ügynök? Meglepve ismerte fel a polgármester hangját. Mit tehetek önért? Sajnálom, hogy ilyen későn zavarom. Csak nem ébresztettem fel? Nem. Jó, akkor jó. Köszönülte meg a torkát, Augie Brock. Van egy új fejlemény, amit meg kell beszélnünk. Hallgatom. Volt egy nagyon különös találkozom ma este David Trojan-szel. Ő az itteni amis püspökök feje. John el se tudta képzelni, miközben lehet neki hozzá. Valaki hagyott egy névtelen üzenetet a püspök ajtaján. Miféle üzenetet? Bergholder rendőrfőnökkel kapcsolatos, és nagyon idegesítő. Papírzörgés hallatszott a vonal másik végén. Itt van a kezemben. Ez áll rajta. Két Bergholder rendőrfőnök tudja, hogy ki a gyilkos. John hagyta, hogy a szavak leülepedjenek a fejében, majd így szólt. Ez tényleg elég idegesítőnek tűnik. Kérdés, hogy mit vár tőlem ebben az ügyben a polgármester úr? Nem is tudom. Csak az jutott eszembe, hogy valakinek el kell mondanom maguk közül. Mondja, aztán kis szünet után tűnődve kérdezi. Vajon miért hagy valaki ilyen üzenetet? Lehet, hogy csak koholmány az egész. Lehet, mondja a polgármester. a dolognak. Tudja, finoman, a háttérben maradva. Thomas Setti elgondolkodott, fölébredt benne a rendőri kíváncsiság. De én nem igazán tartozom a rendőrfőnök kedvencei közé. Nekem nem szívesen fog beszélni. Akkor talán csak figyeljen oda erre. Aztán pár nap múlva mondja el nekem a véleményét. Beszélt már erről az üzenetről valaki mással is? Nem. Akkor maradjon is így. Meglátom, mit tehetek. Mondta John az órára pillantva. Hajnali kettő. Hajnali kettő. Ma éjjel már úgysem tudok semmit sem csinálni. Hány ember kezén fordult meg az üzenet? Csak kettő. tegye egy barna borítékba, és pecsét Megnézzem, maradt-e rajta új lenyomat. Ez lesz az első dolgom holnap reggel. Elköszöntek, és Zsol letette a telefont. Idegesítette ez az új fejlemény. Épp elég szövevényes ez a bűnügy anélkül is, hogy a zsaruk saját titkaikat rejtegetnék. Vajon kiküldözget ilyen üzeneteket, és miért? És Börkholder tényleg többet tud, mint amennyit elmondott neki? Vagy csak valami idiótának támad kedves szórakozni a zsarukkal? Thomas Settit a dologban az aggasztotta a legjobban, hogy az üzenet egy amis püspökhöz érkezett. Az amisok nem igazán a beugratásokról híresek. Paintersville olyan kicsi város, hogy itt mindenki ismeri egymást. Tényleg lehetséges, hogy két burgholder ismeri a gyilkost? De talán a gyilkos is amis? Talán épp ezért fedezi a rendőrfőnöknél a gyilkost? De John nem tudta elképzelni róla, hogy egy közveszélyes őrült miatt képes lenne újabb életeket veszélyeztetni. Ám azt is tudta, hogy néha egyes elkötelezettségek fontosabbnak bizonyulnak a legalapvetőbb erkölcsi elvek betartásánál is. Ebben a pillanatban rájött, hogy nem ez az egyetlen dolog, ami zavarja két Börkholderrel kapcsolatban. Ha ilyen bonyolult, főben járó bűnügyjel találkozik, ha ilyen bonyolult, főben járó bűnügyjel találkozik, az első perccel kezdve be kellett volna vonnia külső forrásokat is. Először John is úgy gondolta, hogy a nő nem akarta, hogy kívülállók avatkozzanak a nyomozásába. De most, hogy találkozott vele, rájött, hogy nem az a típus, aki mindenáron védi a saját vadászterületét. Akkor miért nem hívott segítséget? Ez a kérdés úgy kapott erőre, ahogy apránként a migrén lopakszik az ember fejébe. Most a polgármester neki dobta a labdát. Nincs más választása, mint hogy alaposan utána nézzen a dolognak. Nem követhet el hibát ebben az ügyben, neki ez az utolsó esélye. Semmi szükség rá, hogy egy zsarulojalitása miatt kudazva fulladjon a nyomozás. Ha Börkholdernek titkai vannak, mérget vehet rá, hogy ő majd kideríti, mik is azok. Telefoncsörgésre riadok fel. Mikor fölegyenesedem, olyan fájdalom hasít a nyakamba, mintha jégcsákánnyal vágtak volna tarkón. Egy pillanatig azt sem tudom, hol vagyok, aztán jövök rá, hogy itt vagyok az irodámban. Elaludtam az íróasztalra borulva ismét csöng a telefon. Fölkapom, és csak annyit mondok. Igen? Bocsánat, ha felébresztettem, főnök? Mona az. Biztos észrevette, hogy elaludtam, és ő kapcsolta le a lámpát. Most kaptam egy 911-es hívást. Egy autós telefonált, hogy bejelentse, egy tehén van az úton a Dogleg Roadnál, a fedett híd közelében. Nyögök egyet magamban, és az órára nézek. Hajnali három felé jár. Szóljon T.G.-nek, hogy menjen, és nézze meg. Rendben? Ő most már Ramszonék farmjánál van egy 10 es miatt. Ez a hatodik bejelentés ma éjjel ismeretlen csavargók ügyében. Persze, az emberek idegesek a gyilkosságok miatt. Mérgelődve, hogy miért nem mentem inkább haza aludni pár órát, föltápászkodom és belebújok a dzsekimbe. Dúl elnéző voltam, izzák stutszal. Jól meg kellett volna büntetnem. De most, hogy rengeteg egyéb dolgunk van, nem fogja megúszni. Nincs időnk teheneket hajkurászni. Elindulok az ajtó felé, de már előre borzongok az odakint rám váró hidegtől. Az Explorerben rögtön magasra állítom a fűtést, és jóval a megengedett sebesség felett száguldok át a városon. Egész Paintersville alszik, de érződik a városon, hogy az emberek olyan éberen alszanak, mint a rossz álmoktól rettegő kisgyerekek a dogleg Road keskeny út, egyik oldalát erdő, a másikat szántóföld szegélyezi. A Painters Creek fölött átívelő, jó száz éves fedett híd nyarant a turista látványosság. Jó 80 kilométeres sebességgel dübörgök át a faszerkezeten. A híd túloldalán meglátom az árokban a tehenet a kerítésen kívül legeli a hó alól kilátszó magas fűszálakat. Erős elemlámpámmal végig a kerítést, és meg is találom a rést, ahol az ostoba állat kitört. Bekapcsolom a kocsin a vészjelző lámpákat, vagy beszólok Monának. Itt a 1023. Vettem főnök, megvannak a tehenek? Csak egy! Tovább pásztázom a kerítést. Csak tíz méternyire vagyok attól a helytől, ahol Amanda Horner holttestét megtaláltuk. Látom is a helyszínelő záró szalagok egy-két fosztányát lebegni a szélben. Behajtom ezt a dögöt a legelőre, aztán befejezem már. tíz négy. Ahogy ismét kiszállok a kocsiból, a jeges széltől eláll a léregzetem. A tehén alig néhány méternyire tőlem forgatja a szemét, majd kitép a szájával egy újabb csomó megsárgult füvet. Magam is háziállatok köszönődtem fel, de a tehenek nem épp a kedvenceim. Sok köztük az érzéketlen és csökönyös példány. Épp elég hideg hajnalt töltöttem azzal, hogy a tőgyüket rángattam, és többször rúgtak meg, mint amennyire szívesen emlékeznék kinyitom a csomagtartót, előveszek egy jó darab kötelet, és oda megyek a tehénhez. Na gyere, te kérődző csontkollekció! Az állat odébb indul, de elvágom az útját. Kitép még egy csomó száraz füvet, aztán mikor fölemeli a fejét, úgy másfél méterről anyaka köré dobom a hurkot. Ilyenkor a tehén még tud egy-két furcsa dolgot művelni. Lehet, hogy forgolódni kezd, és kitol velem, de az is előfordulhat, hogy békésen tűri, hogy visszavezessem a legelőre. Megkönnyebbülök, mikor látom, hogy ez engedelmeskedik. Átlábalok egy hókupacon, és elérjük a kerítést. Kicsit még tágítok a résen, ahol kibújt, átvezetem rajta, majd szabadon engedem. Épp azzal vagyok elfoglalva, hogy valamelyest a helyükre rángassam a kerítés drótokat, mikor a szemem sarkából lámpafényre leszek figyelmes. Először arra gondolok, hogy biztosan Izak Stutz látta meg a kocsimat, és ki segíteni. De aztán rájövök, hogy a fény nem Stutzék háza, hanem a bűnügy helyszínén pásztázik. Mi az ördögöt keresbák kis a helyszínen, az éjszaka kellős közepén. Oda az Explorerhez, lekapcsolom a fényeket, és hívom Monát. 10.88-asom van! Küldje ide azonnal TG-t! Se reflektor, se sziréna! Vettem, főnök! Ugye addig vigyázz magára? Mindig vigyázok, Mondom, aztán fogom az elemlámpát, és csöndesen behajtom magam mögött a kocsi ajtaját. Lelapulva átmegyek az árkon, és átmászom a túloldali kerítésen. Mélyül a sötétség körülöttem, ahogy a fák közé érek, de nem kapcsolom föl az elemlámpát. A szemem már hozzá szokott a sötéthez. Hangtalan léptekkel kerülgetem a fákat az avarban. Az égen fényesen világít a félhold, még az árnyékomat is látom. Csípia hideg az arcom. A jókora fém elemlámpára szinte ráfagynak az ujjaim. De ezek az apró kellemetlenségek nem számítanak, mert minden áron meg kell tudnom, ki idekint, és miért. A helyszíntől úgy húsz méternyire megállok, és hallgatózom. Halkan susog a szél. Nagy messziről egy panaszos kutya ugatását hallani. Dühös, hogy kint hagyták ilyen zort időben. Hirtelen gajregtsen a hátam mögött. Megpördülök, és mozgás villan a fák közt, mire fölvillantom az elemlámpát. A másik kezemben sebesen kapok a táskám után. Áj! Kiáltok. Rendőrség, álljon meg, ahol van! Szorosan markolva az elemlámpát, futni kezdek. Fölgyorsult lélegzetem pára látom magam előtt a lámpafényben. A földön lábnyomokat látok a hóban. Futok a nyomok után. Fák suhannak el mellettem, és már majdnem a helyszínen vagyok. Balra van tőlem a kukoricaföld. Hallom a száraz szárak percegését. Lámpám sugarában előttem látom az alakot. Férfi. Egy pillanat múlva már nyomavész, de kétségtelenül tudom, hogy nem csak egy őzet ődözök. Álljon meg azonnal, rendőrség! Kiáltva rohanok a nyomában, most már a pisztolyomat is előre szögezve. Állj! Jól tudok a sötétben is tájékozódni, és érzem, hogy aki előttem fut, azt akarja, hogy egyre távolabb kerüljek a kocsimtól. De egyáltalán nem félek. Eszembe sem jut ilyesmi. Ma éjszaka én vagyok a ragadozó. Félig vakon rohanok a sötétben, minden érzékemet a prédára összpontosítom. Hallom súlyos répteit, hol a bozódban, hol a mély havon. Tíz méternyire lehet előttem, de lassan behozom. Gyorsabb vagyok nála, s ezt tudja ő is. Áj! Rendőrség! Kiáltom, miközben egy riasszolvést adok le a levegőbe. Nem áll meg. Ha nem tartanék attól, hogy valami ütődött, kamaszövökle le, golyót eresztenék a hátába. A talaj hirtelen lejteni kezd. Elvesztem a szemem elől, ahogy egy kis patak partjára érek. Leugrom, a bakancsom megcsúszik a jégen, de gyorsan kapaszkodom fölfelé a másik oldalon. Már szinte fönt vagyok, mikor egy súlyos férfi test ront nekem, mint egy tank. A hatalmas ütéstől az oldalamra zuhanok, de rögtön odébb perdülök a földön. Látom a férfi fekete árnyékát, és azt is, hogy valamit tart a kezében. Célba veszem a pisztolyommal. Aztán suhintást hallok, és valami a csuklómra vág. Mintha áramítést kaptam volna, úgy belesajdul az egész karom. A 38-as kiejtem a kezemből. Magam alá rántom a térdeimet, és a másik kezemben lévő súlyos elemlámpával a támadó felé sújtok. Érzem, hogy a lámpa csontot ér. Te rohadt kurva! Ordít fel a támadó. Rávettem magam elejtett fegyveremre. Először havat markolok, de aztán megtalálom. Újjaim az acélmarkolaton, fölemelem a pisztolyt. A testét veszem célba, de akkora a semmiből hirtelen akkora ütés éri a fejem búbját, hogy beleszédülök. Egy újabb ütést a fülem tövére kapok. Hallom, hogy ropog a csontom. Minden elsötétül. Mikor magamhoz férek, csak annyit érzek, hogy parcsal a hóban fekszem az oldalamon. Nem tudom, pillanatokig vagy percekig feküdtem-e így attól rettegve, hogy a támadó megint nekem jön, fölemelem a fejem, és körülnézek. De már sehol sincs a rohadt bitang. Fenek! Fenek! Úgy cseng a jobb fülem, hogy alig hallom T.G. kiáltozását. Önkéntelenül nyögés szakad ki belőlem, hogy igyekszem föltápászkodni. Addigra már ott térdel mellettem. Mi történt? Nem támot valami őrült! Talpra ugrik, és előkapja a pisztolyát. Mikor? És látta a pasast? Egy perccel ezelőtt, mondom végre lábra állva, és abban bízva, hogy talpon is tudok maradni. Férfi volt? Jó 185 centi, majd 100 kilós. Fegyvere volt? Valami kibaszott ütő! Közelebb hajol hozzám, jól megnézi a sérüléseimet, majd beleszól a mikrofonjába. Mona, itt a 1023, 1088 a Dogleg Roadnál. Elismétli, amennyire sikerült leírnom a támadót, majd sürgetve szól. Kérek egy mentőt is. Nem kell mentő, szólok közbe elég hangosan ahhoz, hogy Mona is hallja. Jó vagyok! Csak annyit mondjon neki, hogy hívja a serif hivatalt, küldjenek egy csapatot a földútra a fedett híd után. Nagy valószínűséggel ott parkolt az a bocsok. T.G. elismérti az utasításaimat, majd ezzel fejezi be. Mi addig körülnézünk, Meglátom az elemlámpámat a hóban, és fölveszem. Látott valamit idefelé jövet? Kérdem tg -t. Csak magát, főnök, ahogy a hóban fekszik. Elhúzza az orrát. Ajaj főnök, két nap alatt ez már a második eset, hogy tízet számolnak magára. Nem hiszem, hogy strigulázni kéne, mondom, miközben 360 fokos szögben körbepásztázok az elemlámpámmal. Mit keres? A pisztolyomat, meg nyomokat? Mondom, miközben már meg is találom a 38-ast a hóban, és gyorsan fölkapom. Nézze csak! Irányítja a TG lámpája sugarát egy sor lábnyomra. Menjünk! Jó darabon követjük a nyomokat, míg egy helyütt két felé nem ágaznak. A földútot parkolhatott, és onnan ment a helyszínre. A helyszínre? Gondolja, hogy valami kíváncsi punk? Egyszer csak tágra nyílik a szeme, ahogy rájön, mi is történt. Csak nem azt gondolja, hogy ő volt, maga a gyilkos? Nem tudom. Leguggolok, hogy jobban szemügyre vegyem a nyomokat. Szép, tiszta nyomot hagyott maga után! 43-as vagy 44-es cipők! Hívja ide blokkot, hogy rögzítse a lenyomatokat! Megtenni? Már kapja is a hajtókáján levő mikrofont, és továbbítja Monának, amit mondtam. Én fölegyenesedem, és követem a nyomokat a fénysugárral. De miért jött volna vissza a helyszínre? Kérdezi T.G. A lámpámmal a körülöttünk levő sötétséget pásztázom, de az erdő most egyszínű a holdfényben. Én is pont ezen töröm a fejem. Huszadék fejezet Vagy újra át akarta élni a gyilkosságot, vagy ott hagyott valamit, és azt akarta eltüntetni onnan. Ahhoz képest, hogy egy jól fűtött szobában töltötte az éjszakát, ahol zuhanyzó is volt, Tomaszetti ma reggel kisét újságosan nyúzott. Hiába vett föl egy drága dokkelsz farmelt elegombolt galérú ingel, és kasmír mintás szürkés fehér nyakkendővel, ezzel vége is a konzervatív küllennek. Busa szemöldöke alatt a szeme véredes, és ha egyáltalán borot válkozott, távolról sem sikerült neki tökéletesen. Az erős, sötét borosta különös módon felhívja a figyelmemet sápat arcára. Kíváncsi vagyok, elő fog -e állni valamivel. Nem mintha nem lennék, elég nyúzott én is ma reggel. Jócskán érzem a homlokomon keletkezett új púpot, nem üti a színe az előző összeütközésből származó lilafoltokat a szemem körül. Az éjjel haza sem me mentem. Így két alvás nélkül ledolgozott nap után a legkevesebb, ha azt mondom, hogy nyűgös vagyok. TG-vel, és Detrick egyik helyettesével három órát töltöttünk a mínusz 10 fokos erdőben nyomokat keresve. A tettes rég eltűnt, de ott hagyta a motoros szányának friss nyomát. Glocknak néhány lábnyomot sikerült rögzítenie, és elég használható a sítalpakról levett lenyomat is. Ha szerencsénk lesz, a KK be tudja azonosítani, hogy milyen gyártmányú járműtől származnak. Újabb kimerültség hullám tör rám, amint a septében legépelt jegyzőkönyvet bámulom. Az egész fejem lüktet az elszenvedett ütésektől. A csuklóm is dagadt, ahol megütött a bészból Tudom mozgatni, de aggódom, mert a másik kezemben nem tudok olyan pontosan célozni. Főnök! Tomaszetti mondott valamit, de fogalmam sincs, hogy mi lehetett az. Nem akarja elmondani, hogy áll a helyzet, hogy egy kicsit fölpörgessük a dolgokat? Kérdi. Még alig van reggel hét óra, de itt az egész broncs. Glock mellettem ül, és a laptopján pötyögtet. Detrick Sheriff összefont karral, hátradőlve ül a székén. Piköz biztatóan néz rám, mintha tekintetével bátorítana, hogy szólaljak már meg. tg és Skidet egyelőre csak a kávés bögréig érdeklik. Gyorsan összefoglalom az éjszakai eset részleteit. Biztosak vagyunk abban, hogy a támadó motoros szánt használt. Glock mintákat vett a lábnyomáról és a szántalpakról is. Mindkettő ígéretesen sikerült. Ilyenkor rengetegen közlekednek motoros számnal. Hívja föl a figyelmünket Detrik. Szerintem akkor is megérte a fáradtságot. Mondom vállat vonva. Már el is küldjük a laborba a mintákat, és pár nap megkapjuk az eredményt. Én tudok szólni a fiúknak, hogy siessenek vele. Anyálja Tomaszetti. Mindjárt világos lesz. Szólok ki kell ismét mennünk, hogy napvilágnál is körülnézzünk. Detrick köhint egyet és megszólal. Én szívesen összeszedek pár embert, és indulhatok, ahogy itt végeztünk. Thomas Setti fölnéz a noteszából. Ha a gyilkos újra át akarta élni a tettét, vagy fantáziát róla, lehet, hogy hagyott ott a DNS mintát. Úgy érti, ondod kérdezem. Számára az egész szexuális kielégülés kérdése. Nincs ez egy kicsit túl hideg? Szúrja közbeszkid. Ilyenkor minden össze egy kicsire. Páron kuncognak, de hamar abba marad a dolog. Jut eszembe, átfésültük a Huffman házad déles, mint a után? Kérdezem. Én hívhatok egy csapatot a különleges lámpáikkal. Ajánlja Tomaszetti. Bólintok, hogy akkor hívjon, a szánszkidre nézek. Van eredménye az erjé is keresésnek? Egy érdekes találat, mondja a dossziát kinyitva. Egy itteni lakos, a nevedvény Wayne Starkey. 14 évet ő szexuális zaklatásért. Az utolsó, 1993-as régi gyilkosság után pár hónappal csukták be, és kilenc hónappal ezelőtt szabadult. Ez a hír egészen lázba hoz. Címet is talált hozzá? Most egy farmot bérel az autópálya mellett. Válaszol Skid, és megadja a címet. Én egyet jártam suliba ezzel a szarkival, mondja Ránézek! És mit gondol? El tudom róla képzelni. Gennyes halak, egy verekedős, rasszista gazember. Vannak adatok, milyen szexuális figye volt? kérdezi Tomaszetti. Skid belenéz a papírjaiba. Megerőszakolt egy tizenkét éves lányt. Starti tizennyolc volt akkor. Tagadott, de húsz évet kapott. Aztán jó magaviselet miatt korábban kiengedték. Melyik börtönben ült? A Mansfieldi fegyházban, mondja Skid, majd nevet egyet és hozzáteszi. És mit gondolnak, hol dolgozik? A vágóhídon. Bingo! kiált föl Tomaszetti. Erre olyan gyorsan ugrom föl, hogy mindenki rám néz. Megyek, és megnézzem magamnak ezt a szárkit? Detrickhez fordulva megkérdem. Elég embere van, hogy körül tudjon nézni az erdőben? A serif bólint, de látszik, hogy kicsit derogál neki egy régi helyszínt újra böngészni, míg a friss gyanúsítottat megtartom a magamnak. Jó, mondja. Akkor legalább a környező tanyákon is körülnézünk. Én fölkapom a kabátom a szék hátáról, és indulás közben összeközöm Tomaszettivel. Magával jövök, mondja. Épp ő az, akit nem szeretnék, ha rajtam lógna. Glockkal szerettem volna egy kis időt, hogy megtudjam, sikerült-e valamit kibányászni a Daniel lappal kapcsolatban. Köszönöm, megoldom maga nélkül is, Kifürkészhetetlen pillantást vet rám. Ugye, maga nem nagyon kedvel engem? Nem ezen múlik a dolog? Akkor azon, hogy nem akar elfogadni külső segítséget. Legszívesebben a torkának ugranék, de túl sokan vannak körülöttünk. Glock, ismeri Szárkit, ezért Glockot viszem magammal? Én megcsináltam a tettes profilját. Tudom, hogy kit keresünk. Ha komolyan meg akarja állítani, akkor azt ajánlom, használja fel a tudásomat. Szinte szikrázik a feszültség a levegőben. Nem kell körülnéznem, hogy tudjam, minden szem ránk mered. Az ilyen rendkívül stresszes helyzetekben gyakoriak a személyes összeütközések, főleg a különböző testületekből való embereknek kellene együtt dolgozniuk. Nem akarom, hogy olyan kép alakuljon ki rólam, hogy hatáskori viták miatt tolok el egy ügyet. Aztán azt is megtanultam, mikor érdemes felvenni a kesztyűt. Ezt olyan helyzetnek ítélem, amikor érdemes inkább takarodót fújni. Na jó, de maga vezet! mondom, és elindulok az ajtó felé. Dwayne Starkey egy lankás dombok köztapuló kis farmon lakik, amelyet kopasz magas fák vesznek körül. Valaha szép kis ház lehetett, de ahogy Tomaszetti bekanyarodik a házhoz vezető útra, látom, hogy jócskán lepattogott a festék a deszkaburkolatról, a tető pedig megereszkedett. A ház mögött ócska, kék kis teherautó parkol. Úgy látszik, itthon van. Figyelje az ajtókat! Thomas pár méterrel a pikap mögé áll a hogy elzárja a fölhajtót, ha Netán Szárki megpróbálna autóval elmenekülni. Nem gondolja, hogy kellett volna házkutatási parancsot hoznunk? Nem kell papír ahhoz, hogy beszéljen valakivel az ember. De ha úgy találom, hogy olyan mű emberünk, hát kell kutatnom a házat. Mondom a megrodjant csürt figyelve, amely úgy gubbaszt a hóban, mint egy jégbe fagyott birka. Nem akarom elcseszni a dolgot. Ha ő a gyilkos, itt nagyon is jól elintézhette az áldozatokat. Ha tényleg gyanús, majd csak meg lesz a házkotatás is. Épp jókor nézek a hátsó ajtóra, hogy lássam, félrehúzódik a függöny, majd hirtelen visszarántja valaki. Észrevet bennünket! Enyém a főbejárat, mondja Tomaszetti. Megcsap a hideg, ahogy kiszállok a kocsiból. A járda nincs letakarítva, ropog a talpam alatt a bokáig érő hó. A szemem sarkából látom, hogy Tomaszetti a főbejárat felé igyekszik. Ahogy én a hátsó ajtóhoz érek, fölpattintom a pisztolytáskám fedelét. Az ajtó fölül üvegezett. Az üveg azonban elhasadt, és ragasztó szalaggal van feliből nagyjából megragasztva, csak hogy ki ne essen. Belül piszkos, kék függönyök, melyek közt van egy jó hüvelyknyi rés. A résen át ósdi hűtőszekrény, és a hetvenes években készült konyhabútor látszik. Kopogtatok az üvegen. Dwayne két börkholder vagyok a Painters Billy rendőrségtől. Nyissa ki! Jó fél percet várok, majd ismét kopogok, de most már keményebben. Gyerünk, Dwayne! Tudom, hogy itthon van. Nyisson ajtót! Kinyílik az ajtó enyhén kellemetlen szag árad a nyílásból, s ott áll velem szemben egy zsíros hajú, aprócska ember, aki elől már jócskán kopaszodik. A bajó szamus társága. És ezt ki akarja tudni? Mondtam, két Böckholder, Painters Milli rendőrség. Jobb kezemet a fegyverem közelében tartva, a ballal előhúzom, és fölmutatom a jelvényemet. Olyan hosszan bámulja, mintha nem tudna olvasni. Föl kell tennem magának néhány kérdést. Csak nem a női hullák miatt. Miből gondolja, hogy igen? Száraz nevetés a válasz agyoncigarettázott cigarettázott torkából. Mert túl ismerős nekem ez a zsarújészjárás. Ha valami ronda dolog történik, Egyből rá akarják kenni a frissen szabadultakra. Csak néhány kérdést akarok föltenni magának. Kissé bizonytalanul néz rám. Van házkutatási parancsa? Ha így kezdi, tíz perc alatt tudok szerezni egyet, de sokkal hamarabb végzünk, ha most benged és egy kicsit beszélgetünk. Azt nem kéne, még nincs itt az ügyvédem. Sterki háta mögül hirtelen ismerős bariton hangot hallok. Ha nem csinált semmi rosszat, minek magának ügyvéd? Sterki háta mögé nézek, és Tomaszettit pillantom meg az előszobában. Szívesen megkérdezném tőle, mit keres Sterki házában, de a kis paprika Jancsi megelőz. Maga meg ki a fasz, és mit keres a házamban? Figyeljen, Ján, Mondja Tomaszetti! Én vagyok a Józsaru! Azt ajánlom magának, hagyja abba a szarakodást, és viselkedjen rendesen, bőrkholder rendőrfőnökkel. Elhiheti nekem, hogy nem tanácsos a hölgyet fölbosszantani! Szárki rám néz! Ahogy kerül ez a pasas a házamba! én is ugyanezen töröm a fejem, úgyhogy erre nem is próbálok felelni. Dwayne! Kezdem újra. Csak pár percet szálljon ránk az idejéből. Starki hátrább lép. Toprongyos farmernadrág van rajta. Régi izzadság foltoktól koszos ing. Látom a szeméből, hogy töri a fejét, megpróbáljon-e eliszkolni. A lábára nézve látom, hogy csak zokni van rajta, fehér, de jó az is. Ha futni kezd benne, nem jut messzire. Belököm az ajtót, és egy kis erőszobába jutok, amely épp oly büdös, mint ahogy Starki kinéz. Van itt minden a macskapiszoktól, az izzadság szagon át, a cigaretta bűzik. Starki thomasetti néz, aztán megint engem méreget. Ismerem a jogaimat, úgyhogy ne próbáljanak trükközni velem. Ahhoz is joga van, hogy leüljön a seggére, mondja Thomas Setti, majd tarkó ragadja a kisembert, belögdösi a konyhába és belenyomja egy székbe. Hé, tiltakozik Sarki, ezt nem csinálhatják velem. Ó, én csak azt akartam jelezni, milyen nagyra értékeljük az együttműködését. Belépek én is a konyhába. Porba vágarott hadó hús és az állati ürülék bűzének elegye. A hetvenes évekből származó hűtő tetejéről egy rettentően elhízott macska figyel. Szemmel tartom, míg oda megyek elé. Még mindig a vágó hízon dolgozik, Dwayne? kérdezem. Egy napot sem hiányoztam, mióta beléptem. Mit csinál a vágóhídon? Nézzék, a munkahelyemen teljesen tiszta lapon van. Tomaszetti bökve az ujjával hozzáteszi. Nem akarom, hogy maguk, zsaruk, elbasszanak ott nekem valamit. Tomaszetti ellöki a kezét. A kérdésre válaszoljon. Én vagyok a bökő. Mi az a bökő? kérdezem. Én bökök bele az ökörnyakába, miután elkábították. Maga vágja el a torkát? Azt hiszem, így is lehetne mondani. És szereti ezt csinálni? kérdezi Tomaszetti. Ezért kapom a fizetésem. Valami megrecsen Tomaszetti talpa alatt, miközben belép a nappaliba. Hátrafordulva megjegyzi ezért tényleg érdemes volt gimnáziumba járni. Szarki megdühödik ezen. Anyád! Vény! Csattanok föl. Fogja be! Mint ha bizalom ébredne benne irántam, megjegyzi. Ez a pasas egy segfej. Azt én is tudom, mondom, és miközben a szemem sarkából látom, hogy szetti a nappaliban járkál, le nem veszem a szemem Starkról. Hol volt szabad este és éjszaka? Nem emlékszem, mondja, de Tomaszetti járkálására figyel közben, én meg azon töröm a fejem, hogy vajon van-e valami rejtegetni valója. Hirtelen először, mióta itt vagyunk, föltör bennem a harag. Két nő is meghalt, és itt ez a mocskos kis szarházi mindent megtesz, hogy akadályozza a munkánkat. Tenyérrel csapok egyet a feje búbjára, hogy rám figyeljen. Nincs joga a fejemet püfölni, tiltakozik. Akkor figyeljen rám, hol volt szombaton égyel? Éthon, a kis terautóm sebességvátóját szedtem szét. Volt itt valaki magával? Senki. Egész éjszaka itthon volt? Ja. Ját már a Brassrében. A Brassrében mindenki járt már ember. Mikor volt ott utoljára? Fántom, tán egy hete. Összehúzza a szemöldökét. Volt vasárnap. Mennyire közelről ismerte Amanda Hornert? Azt se tudom, ki az az Amanda Horner, makogja de látszik rajta, hogy ideges, mintha kezdeni a dolgot komolyan venni. De úgy se tudnak gyilkosságot rám kenni. Nem én tettem. Tizennégy évvel ezelőtt is megerőszakolt valakit. Az a kiskorva hazudott ember. Hirtelen elönt a düh. Mielőtt magam is tudatára ébrednék, mit művelek, már rendül is a kezem, és lekeverek neki egy hatalmas pofont vigyázzod a mocskos szájára! Megdörzsöli az arcát. Az egy kis ribanc volt, részeg is volt, be is volt kokszolva. Ő akarta. Tizenkét éves volt a lány. Esküszöm, hogy nem tudtam. Úgy nézett ki, mint egy felnőtt nő. Ekkora csöcsei voltak. Mutatja a saját melkosán és el akarta hitetni mindenkivel, hogy még szűz volt. Undorodom tőle, és alig tudom fékezni magamat. És mennyire ismerte ellen Augsburgert? Róla se tudom, hogy kicsoda. Rá fogok jönni, ha hazudik nekem, és akkor úgy magára szállok, hogy esküszöm, vissza fog kívánkozni a börtönbe. Esküszöm, hogy nem ismerem. Egyiket se. Próbaidőn van még? Miért? Mit képzelt? Szereti a pornót? Csöltett be Tomaszetti a nappaliból. Starki felkapja a fejét. Ez meg miféle kérdés? A gyerek pornót. Tart ilyesmit a házában? Nem foglalkozom azzal a szarsággal. Persze, hogy nem hisz inkább a szadomazót kedveled. Mondd csak meg! A nagy szart! És nem beszélhet velem ilyen hangnemben! Dwayne! Veszem át a szót. Tart késeket a házában! Pistrogni kezd, látszik rajta, hogy nem bírja követni gyorsan egymás után sorjázó kérdéseinket. És mindenkinek van otthon. Vadászni szokott? hátradönti a széket, és a két hátsó lábán billegve egyensúlyoz. Szinte hahotázva jön ki a torkán a válasz. Látni se bírom a vért. Ez most vicces akart lenni? Kérdezem. Olyasmi. Hiszen tudják, én vagyok a bökő, meg minden. Összeharapom a szám. Előre lendülök, és hirtelen jól meglököm a két vállát. Megpróbál már visszanyerni az egyensúlyát a billegő széken, de nem elég gyors hozzá. A szék kicsúszik alóla, és háttal elterül a konyhakövön. Te bődös kurva! Fröcsögi morogva, miközben feltápázkodik. Hogy mersz? kezemet a gumiboton tartom készenlétben. Ha egyet mozzan, megint Mansfieldben találja magát. Ettől törjék gédermed. De látszik, hogy nagyon be van gurulva. Az arca olyan színű, mint a nyers hús. Bal homlokán szemmel láthatóan lüktet egy vastag ér. Látom a szemén, hogy meg akar ütni. Lehet, hogy nem is nagyon bánnám. Két? Olyan hangosan, ver a szívem, hogy alig hallom meg John hangját. Tudom, hogy semmit sem érek vele, ha elveszem az önuralmamat. Tudom, hogy csak azért erőszakoskodom szarkival, hogy zavarba hozzam. A baj az, hogy Vén szarki egy alávaló söpredék, de magam sem hiszem, hogy ő lenne az, akit keresünk. zökkenek a lendületből, mikor megérzem Tomaszetti kezét a vállamon. Sajnos tudom, hogy ő is érzi, mennyire remegek. Nem nézek a szemébe. Nyugi, főnök, mondja csöndesen, aztán mellém lép, és egy cd ezt a Starki orra elé. Klassz gépe van, Dwayne, jó nagy a monitor is. Micsoda képet adhat, hány gigás memória van benne? Mit keres a hálószobámban ember? Vinyog Starki olyan hangon, mint a kisrácok mikor rájönnek, hogy most jön a pálca. Ennek nincs joga az én szaraim közt turkálni. Erre csak vállat vonok, bár nem tetszik, amit Tomaszetti csinál. Épp elég, ha az egyikünk túllő a célon. Ott volt az asztalon, még keresgélni sem kellett. Dilájla dupla randia. Hűha, ezt még nem is láttam. Semmilyen törvény nem tiltja a korhatáros filmeket, mondja Szarki. Az attól függ, hány évesek a filmen szereplők, mondom, és én is ránézek a CD-re. Ez a kis Dilájla elég fiatalnak látszik. Még gyerek, bólogat Tomaszetti. Szarki a CD-ért nyúl. Látszik közben az összes körme alatt a régi kosz. Teljesen legálisan vettem. Mi más van még a számítógépén? kérdezem. Nincs semmi olyan, aminek nem kéne. Engem rendesen átneveltek. Thomasetti ingatja a fejét. Jó, mi csak a nőkről akarunk tudni. Nem ismerem azokat a megholt nőket, ember. Szinte egészen az orrába bökök az ujjammal. Na, vegye a kabátját! Szarki szeme nagyra tágul. Nem vihet börtönbe, nem csináltam semmit. Most megmutatja nekünk a csőriét dvén, csaplerátom a szetti. Vegye gyorsan a kabátját, vagy anélkül cibálom ki. A csűr annyira omladozóban van, hogy félő a következő szeles napon csak romhalmaz marad belőle. Stark végig vezet bennünket a havas járdán. Itt-ott lábnyomokat látok a hóban, és töröm a fejem, hogy minek jár ki a csűrbe, ha nincsenek állatai. Szép kis hely, mondja Tomaszetti. Na, itt voltam szombat este, mutat Starki a Chevrolet El camino -ra. Ez az a pickup, amin dolgozzam. Csak nem derbire készül vele? kérdezi Tomaszetti. Ez nem roncs ember, egy szép veterán autó. Közben én beljebb megyek a csűrbe, és motoros szám után kezdzek kutatni. Vizsgálom a földes padlót, nem látok e nyomokat, de sehol semmi. Csak penészes föld és motorolaj szagát érzem. A sarokban valami le van takarva ponyvával. Oda megyek, és fölemelem a ponyvát. Száll a por a levegőben, és előbukkan egy 1965-ös John Deere traktor. Ettől teljesen lelohad az eddigi lelkesedésem. Mennyire szerettem volna, hogy szarki legyen az emberünk. Hisz már elítélték nemi erőszakért. Kiderült az is, hogy pedofil. Hogy rajong a pornófilmekért, és ki tudja, még miért. A testméretéből azonban világos, hogy nem azonos azzal a férfival, aki az előző éjjel rám támadt az erdőben. Nem illik rá a profil egyáltalán. Nem előrelátó. Távolról sem különösen intelligens. Bármennyire szeretném megoldani a bűnügyet, be kell látnom, hogy nem ő a gyilkos. Odalépek a férfihoz, és határozottan rászegezem a mutató a Starkira. El nem erje hagyni a várost? Mit képzel rólam? Próbaidős vagyok. Gondolja, hogy elhúzok Havajra? Ott hagyom, és szólok Tomaszettinek. Gyerünk! Én érek először a tóéhoz, és beszállok. A kocsi viszonylagos melegében úgy érzem, már egy hete nem aludtam. A tarkomban tompa fájdalom lüktet. Thomas Szetti kihajt a tanyáról, és elindul a város felé. Nézem az ablakon át a kopár tájat, és azért imádkozom, hogy el ne a melegtől és a motor egyhangú zümmögésétől. Nem a mi emberünk, Mondja Tomaszetti anélkül, hogy rám nézne. Tudom. A legtöbb sorozatgyilkos átlagon felül intelligens. Akkor Starky nem az? Mondom Tomaszettire nézve. De legközelebb, ha a rossz fiút akarja játszani, csinálja a szabad idejében, oké? Okay? Sértődötten néz rám. Maga ütötte meg, nem én csak a fejére paskoltam, hogy figyeljen végre rám. A széket is kirúgta alóla. Emlékeztet, majd vállat vonva ismét az utat kezdi figyelni. Az nagyon tetszett nekem. Azt veszem észre magamon, hogy vigyorgok. Más körülmények közt lehet, hogy kedvelném Tomaszettit. Lehet, hogy nem értek egyet a módszereivel, de az biztos, hogy gondosan fedezett. Mielőtt tovább elemezhetném magamban a természetét, hirtelen kanyarral befordul a McDills bar parkolójában. Ez Painters Mil két kocsmája közül az egyik, alaksori helyiség, piros műanyag bárszékekkel, fél tucatnyi boxszal és egy 1978-as gyártmányú zenegéppel, ugyanabból az évből való eredeti zenei kínálattal. Mi az ördögöt csinál? Kérdezem meg hökkenbe. Jó lesne egy ital, mondja, majd az ajtót hirtelen kivágva kiszáll. Egy ital? Válasz nélkül csapja rám az ajtót. Erre én is kilököm az ajtómat, és kiugrom. Egy csomó munka vár még ránk? Az órájára néz, de csak megy tovább. Akkorákat lép, hogy csak futva tudom követni. A francba, John! Vissza kell mennünk az örsre! Nem tart sem eddig sem. Megállok egy rozsdás Toyota kis teherautó mellett, és nézek utána, ahogy eltűnik a lépcsőn. Körülnézek az üres parkolóban, és még ahhoz is túl dühös vagyok, hogy észrevegyem, milyen hideg van, vagy hogy újabb felhők közelednek nyugat felől. Starkinak igaza volt, mogyogom magamban, miközben megindulok a kocsma ajtaja felé. Ez a pasas egy segfej. 21. fejezet Karina Srinvassen már alig várta, hogy kimehessen korcsolyázni. Végig erről ábrándozott a nyolcadik osztályos történelem órán. Aztán az irodalom órán is, majd a Mr. Trump által tartott egészségtanul szintén, ahol a szexuális úton terjedő betegségekről volt szó de ebéd alatt is erről beszélgettek Lori jones és erről suttogtak a tanulószobában Mrs. Fillun, a rémribanc szigorú tekintetét kerülve. Mikor végre megszólalt a fél négyes csengő, Kori rohanva távozott az osztályból. A hazafelé tartó hosszú buszúton fejben gyakorolta a mozdulatokat. Ma végre megpróbálja megcsinálni a dupla forgást. Végül is egyedül lesz kint a jégen, senki nem fogja kinevetni, ha nem sikerül. Negyed ötre már át is öltözött, és mielőtt az anyja fülön tudta volna csípni, bár kis szólt az ajtón. Alacsonyan lógtak a súlyos felhők, miközben az erdőn keresztül taposta az utat a halastól felé. Sajnos ma nem lesz igazán jó a jég. Ha friss hó esik, mindig elolvad, aztán megfagy. Ilyen a természet. Nem baj, néhány nap múlva összegyűlik annyi pénze, hogy valamelyik közeli városban a fedett jégpályára is befizethet egy plázában. Ahol a Zamboni cég tükörsima pályáját elegáns üzletek veszik körbe. Vállára vetett koricipőkkel vágott át a hegyen. Föntről egyszer csak meglátta a Miller Spondot, amely úgy terült el előtte, mint egy hatalmas, kisé fényét veszített fémtálca. Futva igyekezett le a lejtőn a parthoz, ahol néhány fatönk feküdt, azokra szoktak leülni és átvenni a korcsolyacipőket. Három pár zokni is volt rajta, de csípte a szél a talpát, mire végzett. Visszahúzva egy kesztyűit, odabicegett a hóban a jégig, aztán ellökte magát. Érdes volt a pálya, de azért elég gyors. Egy szempillantás alatt Michel Kwan lett koriból. Persze, igazi nézők helyett csak a lengedező nádbugák drukkoltak az új Ohioi csillag, a Painters Billy versenyző kürjének. Az első, lendületes menet annyira lázva hozta korit, hogy már szinte fájt. Aztán lehunyta a szemét, két karját magasba emelte, mint egy balettáncos nő, és nekiramodott. Egyé vált a jéggel. Úgy repült rajta, mint a szabad égen csapongó madár. Már nem is tudta, mióta korcsolyázik. Mikor aztán körülnézett, látta, hogy az ég még jobban elsötétedett. Megint havazni fog, gondolta, ahogy a part felé haladt a legjobb helyet keresve, ahol a dupla csavart ugrást kipróbálhatná. Egészen a halastó északi végig elkorcsolyázott, és ott kíváncsi a lépkedett föl a földgátra. Akkor nem messze tőle egy motoros szánt látott meg, ahogy hirtelen eltűnik a fák közt. Elég furcsa, gondolta magában, hogy valaki egészen idáig kijön a motoros szányával, aztán ilyen hirtelen visszafordul. Épp neki kezdett volna a dupla csavarnak, mikor a hóban meglátott valamit. Először szemetes zsáknak nézte. Az a motoros szános dobhatta el a műanyag zsákot. A hülye szemetelő. Aztán az jutott az eszébe, amit Jenny mesélt azokról, akik kidobják az újszülött macskakőköket. Az állatkínzókat még jobban gyűlölte, mint a szemetelőket. Nem akart időt veszegetni azzal, hogy átvegye a cipőjét, a korcsolya cipőben botladozott a zsák felé a fagyott hepehupás sárban. Az teljesen kizárt, hogy a mamája beengedjen a házba egy egész alomnyi macskakölyköt. De egyet majd Lori talán befogad. Az ő mamája szereti a cicákat. A szemetes zsáktól nem messzire piros csöppeket látott szétspriccelve a hóban. Először azt hitte, festék. De akkor hirtelen furcsa émegést érzett a gyomrában, mint néha éjszaka, amikor álmából fölriad. És akkor jutott eszébe, amit a srácok meséltek a buszon. A rém történet arról a meggyilkolt nőről. A mamája is ezért nem akartam a kiengedni ide a halastóhoz. Igaz, csak annyit mondott, nem szereti, ha egyedül jön ki. Most rájött, mi volt az igazi indok, és arra is, hogy jobb lett volna, ha a figyelmeztetés ellenére nem szökik ki. Előbányászta a mobiliát, és elindult a zsák felé. Közben többször is az erdő felé pislantott, hogy nem látte valakit. Fülelt, hogy hallja-e a motoros szán hangját, de az már eltűnt. Öt-hat méternyire közelítette meg a zsákot, mikor rádöbbent, mit lát. Olyan rémület fogta el, amiért még soha nem érzett rövid kis életében, és sikoltást ölt ki a torkából. A való életben holtestet látni rettenetesen más volt, mint a filmeken. Hátra hőkölt, a korcsolyái beakadtak, és fenekére huppant. – Ja, Istenem! – kiáltott fel, és eszeveszett gyorsasággal próbált lábra állni. Remegő ujjaival alig sikerült megnyomni az otthoni számok gyorsívóját. – Anyu, a halastónál vagyok, itt fekszik egy halott nő! – Micsoda? – hallotta az ijesztő távolságból az édesanyja hangját. Istenem, Kori drágám, tűnj el onnan! Nagyon félek! Fuss, aranyom! Maradj az ösvényen! Leneted a telefont, már jövünk is érted apuval! Túlságosan rémülten ahhoz, hogy akár egy percet is veszítsen, Kori a korcsolyat cipőjében botladozva kezdett ruhanni hazafelé a hosszú ösvényen. Többször voltam már megneri kocsmájában, mint amennyit illendő lenne bevallani. Itt hívott meg először egy pohár kanadai viszkire egy motoros pasas, aki vagy túl részeg volt, vagy túl ostoba ahhoz, hogy lássa, mennyire nem vagyok még nagykorú. Itt szívtam el életem első malboróját a lányvécében, Cindy Wilhelmmel és a kocsma parkolójában csókolt meg életemben először Rick van a musztánja hátsó ülésén, 17 éves koromban. Valószínűleg a szexig is eljutottunk volna, ha apám föl nem bukkan a bricskájával, és ki nem rángat az autóból. Elszánt amis lányoknak nem tart sokáig, hogy leszokjanak mindazokról az erkölcsi normákról, amelyeket a szüleik oly nagy fáradtsággal plantáltak beléjük. Felnőttként is benéztem ide egyszer-egyszer. A tulaj, a gorilla méretű, vörös hajú pasas, akit csak megnariként ismerek, figyelmes hallgató. Pompás humorérzéke van, és ördögi ügyességgel csinálja a vodkatonikokat egymás után. Belököm az ajtót, és várok egy kicsit, míg a szemem alkalmazkodik a benti homályhoz. Cigifüstöt füstöt érzek, meg a kocsmákra jellemző ismerős erjed sörszagot. Thomas Szetti az egyik boxban üldögél kényelmesen. Egy üres és két még teli pohár van előtte az asztalon. Nem vagyok meglepve. Egy nagy darab nő a pult mögül olyan szemeket merezt rám, mintha kóbor kutya lennék. Bólintok felé, és oda megyek Tomaszettihez. Fölnéz, és megszólal. Na, csak hogy bemerészkedett főnök, foglaljon helyet. Mit képzel? Mi az ördögöt akar itt csinálni? Csak iszom egyet, de rendeltem magának is. Erre most nincs időnk. Nézem a telipuharakat, de ellenállok a kísértésnek, hogy a képébe öntsem az egyiket. Vigyen vissza az ősre! Beszélnünk kellene. Beszélhetünk odabent is. Itt négy szem közt vagyunk. A fene vigye magát, Tomaszetti! Üljön le! Mindenki magát bámulja. Akaratom ellenére is fölemelem a hangom. A stressz, az álmatlanság és az alaptomosan belém kúszó félelem keveréke elvette a józan eszemet. Vigyá, vissza az ősre, de kurva gyorsan! Fölemeli az egyik teli poharat, és oda nyújtja felém. Észre sem veszem. Esküszöm az élő Istenre, hogy rögtön hívom a feletteseit! Föl fogom jelenteni! Úgy kipenderítem innen, hogy a lába sem éri a földet! Nyugodjon meg! mondja! Rendeltem egy pár szendvicset is. Ha akarja, be is csomagolják, és magunkkal visszük őket. Oda megyek a pulthoz, és beszólok a konyhába nyíló ajtón. Csomagolják a szendvicseket! Elvisszük őket! kiáltom. Egy olyan ápolatlan fiatalember kukkant ki, hogy én nem engedném semmiféle étel közelébe bólint egyet, én meg visszamegyek Tomaszettihez, és fáradtan leülök melléje a boxba. Szereti a rejtvényeket, főnök? Nem vagyok oda értük. Pedig tudok egyet, amelyiken érdemes lenne elgondolkodnia. Ránézzek az órámra. Szóval van egy zsaru, nevezzük Pítnek. Nem figyelek rá, de csak folytatja. Ez a pét, jó zsaru, tapasztalt, okos. A városban, ahol ez a Pít zsaru, egy gyilkos garázzálkodik. Már két embert megölt. Pít tudja, hogy ismét ölni fog a pasas. Ránézek Tomaszettire. Ezzel mire akar kiukadni? Most jön a rejtvény, nyugi. Mondja, majd fölemelve a teli poharat, fenékig üríti, és néz rám a puhárpereme pereme fölött. Tizenhat évvel ezelőtt ugyanabban a városban már négy gyilkosságot követtek el ugyanezzel a módszerrel. De akkor bum! A gyilkos egyszer csak eltűnt a föld színéről. Miért nem akarja se, sehogy sem elhinni ez a pít, hogy a tizenhat évvel azelőtti gyilkos tér vissza? Pedig esze van elég mi a valószínűsége annak, hogy két teljesen azonos módszerrel dolgozó gyilkos bukkan föl ugyanabban a városban. És miért vonakodik Pitt attól, hogy segítséget kérjen a többi bűnöldöző szervtől? Rettentően szeretnék valami tapra esett választ adni neki, de az égvilágon semmi szellemes nem jut az eszembe. Talán mert Pitt azt hiszi, ez a gyilkos csak egy utázzó. Bólogat, mint aki fontolóra veszi a válaszomat, de tudom, hogy esze ágában sincs. Majd így folytatja. Ha ezt a rejtvényt hallják, a legtöbben azt gondolják, hogy Pete-nek van valami rejtegetni valója. Például mi? Hát ettől olyan izgalmas ez a rejtvény. Vonja meg a vállát! Azt hittem, maga majd segít nekem Pitt fejébe kukucskálni és rájönni, mi a megoldás. Elkezd a halántékomon lüktetni az ér. Próbálok megnyugodni és arra gondolni, hogy Tomaszetti semmiképp sem tudhatja, mi történt 16 évvel ezelőtt, de nem sikerül. Alábecsültem ezt az embert. Szó sincs arról, hogy egy üres fejű báb lenne, aki rendőrjelvényt hord. Igazi zsaru, akinek a vérében van a gyanakvás, s aki nem nyugszik, míg gyanújának a végére nem jár, kerül, amibe kerül. Nem vagyok valami jó rejtvényfejtő, mondom. Szerintem Pit rejteget valamit. Megvonja a vállát. És azt gondoltam, szívesen elmondaná a titkát, ha a megfelelő ember kérné tőle, hogy tegye meg nem jut más eszembe, csak az, hogy vajon honnan jött rá. Nagy bocsok maga Thomas Szetti! Elneveti magát, de egy ravasz szápa mosolyával. Egy hatalmas szápa mosolyával, amelynek feneketlen sötét szemei, éles fogai és tévedhetetlenül gyilkos ösztönei vannak. A cápa most hátradőlve úgy tanulmányoz engem, mintha valami elrontott laboratóriumi kísérlet végterméke lennék. Hogy is volt az, hogy a vidéki amis kislányból egyszer csak rendőrré változott? Ez pokoli nagy váltás. A hirtelen témaváltás elbizonytalanít, de csak egy pillanatra. Talán, hogy kitörjek a körből, azt hiszem de csak volt valami, ami ilyen irányba vitte. Szerencsére nem kell válaszolnom, mert megszólal a telefon. Föl el vennem, mondom, és megnyomom a gombot. Van egy újabb holtestünk! Hallom Lois hangját olyan erővel harsogni, mint egy hajókürt. Erre fölpattanok, meglököm az asszalt, és tetaszítok egy poharat. Hol? Talált rá közben? Már kint is vagyok a boxból, és futva indulok az ajtó felé. Hallom, hogy nehéz bakancsában Tomaszett is ott trappol mögöttem. Még ott vannak a halastónál? Kérdezem, majd kilököm az ajtót magam előtt. A hidegről tudomást sem veszek, ahogy a tahoe felé ruhanok. Mondja nekik, hogy legyenek óvatosak, ne nyúljanak semmihez, ne zavarják meg a nyomokat, rögtön ott leszek! 22. fejezet Az az igazság, hogy John mindig is rohadtó gyanakvó alak volt. Annak idején talán ettől lett belőle jó zsaru. És aki Janus lett neki, azt lekapcsolta. A saját nagyanyját is lesittelte volna, ha az áthágja a törvényt. Most aztán meglepődött, miért érzi kényelmetlenül magát, hogy két Berkholderre gyanakszik. A tapasztalat megtanította arra, hogy a legtöbb ember csak annyit mutat kifelé, hogy kedvező színben tüntesse föl magát. Persze, hogy mennyire sikerül nekik ez az alakoskodás, az jó pár dolgon múlik. Például azon, hogy mennyire jó színészek. Aztán azon, hogy akinek játszanak, mennyire jó emberismerő. John mindig is kitűnő emberismerőnek tartotta magát. Mindent összevetve, két burgholdert nem tartotta alakoskodónak. És olyan nőnek ismerte meg, aki elég vagány, hogy kemény döntéseket hozzon, ha arra kerül a sor. De ennek a rendes és nyílt viselkedésnek a felszíne alatt érzett egy parányi bizonytalanságot az ösztönei azt súgták, hogy ez az amis közösségből származó rendőrfőnöknő rejteget valamit mások szeme elől. Ha nem vérre ment volna a dolog, nem is törődik vele. De most vérre megy. Érezte, hogy a nő titkol valamit. De mi lehet az? Egyre ez a kérdés járt az agyában, miközben lassan már 130-ig nyomta a gázpedált annál a stop táblánál jobbra? Szólalt meg mellette két. Keményen fékezett, és közben a főnök nőre pillantva megkérdezte. Nem akar riadót fújni és hívni egy párat az emberei közül? A fickó még itt lehet a közelben. Burkholder, mintha álomból ébredne, a mikrofonjához nyúlt és bemondta, hova igyekeznek. Aztán megszólalt. Itt balra! Keskeny mezei útra értek, ahol még nem járt Hóeke. John túl gyorsan hajtott, amitől a Tahoefara időnként jó nagyokat csúszkált. Lassítson, hékás! Nyugi, ne féljen! Nem akarok az árokban kikötni, mondta a nő mogorván. Még sose hajtottam árokba, mondta Tomaszetti, miközben a tahó szent egyet a nagy hókupacon. Még egyszer balra fordultak, aztán vége lett az útnak. Itt álljon meg! A tahó egy csúszkáva át meg alig fél méternyire a rozzont fakerítéstől. Tomaszetti széjjel nézett. Se kocsik, se nyomok. Mennyire vagyunk a helyszíntől? Úgy négy száz méternyire, mutatott előre a nő. Van egy ösvény az erdőn keresztül. Gyalog kell menni? Úgy a legrövidebb. Passza meg! Kiszálltak, és mindketten kocsinyomokat kezdtek keresni. Nem úgy néz ki, mintha bárki is járt volna errefelé, mondta a férfi. Van egy másik út is a szántó túloldalán? Mondta a nő, majd a mikrofont bekapcsolva beszélni kezdett. Glock, itt 10-23! A hoppászolóda végénél vagyok. Maga jöjjön a falkárten! Ha a tettes még a helyszín közelében van, ott elvághatja az útját. Figyelje a keréknyomokat! Két mutatta az utat az erdei ösvény kezdetéhez. Van itt más út is? kérdezte Tomaszetti. Ha motoros szánon jön valaki, és van a drótvágó, bármelyik irányból közeledhet, anélkül, hogy meglátnák. Kéttel az élen, kocogós iramban elindultak az ösvényen. Egy időben John sem volt rossz fizikai erőben. Rendszeresen súlyt emelt, és hetente legalább 15 kilométert lefutott de az utóbbi két év önpusztító életmódjának megfizette az árát. Alig száz métert futottak, s már jócskán lihegett. Újabb ötven méter után olyan szúrás át a melkasába, mintha mindjárt infarktust kapna. Két viszont elemében érezte magát. Hosszú léptekkel futott, két karjával megfelelő ritmusban kísérve a lábait. Ez egy futóbajnok, gondolta magában Tomaszetti. És azt is észrevette, hogy minél közelebb érnek a helyszínhez, annál gyorsabb tempóban halad a nő. A fák közt, a hó ellenére, riasztó fekete-fehér fél homály vette körül őket. John füled, hogy hall -e esetleg valami zajt, amelyet a tettes kelt, de annyira dobolt a a fülében, hogy semmit sem hallott a saját zihálásán kívül. Aztán épp mikor már azt fontolgatta, hogy föladja és megáll, a fák mögött nyílt tér tűnt föl. Egy kis magaslaton voltak, és alattuk egy jókora befagyott tó tűnt fel, amelynek a jege visszatükrözte a palaszínű eget. A halastó partjától nem messze hirtelen három alakot vettek észre. Egy férfit farmer zsekiben, egy nőt hosszú kabátban, és egy kislányt, akinek még mindig a lábán volt a korcsolya szipője. Két rájuk mutatott. Ők azok! Van valami okunk, hogy gyanakodjunk rájuk? Két megrázta a fejét, és elindult feléjük. Dehogy, rendes család! John persze jól tudta, hogy a rendes családoknak is lehetnek titkaik. Két ért oda hozzájuk elsőnek. Bár a városkában mindenki ismerte egymást, fölmutatta a jelvényét, és bemutatkozott. A nő és a kislány sírt arcuk kivörösödött a hidegtől. A férfi kővé vált arca át mellettük. A fagyos idő ellenére John izzadságcseppeket fedezett fel a homlokán. Hol van a hol test? kérdezte két. A kislány a kesztyűs kezével hátrafelé mutatott. Apa, a pataknál? Láttál valakit? kérdezte John. Egy fér, egy férfit, patoros szánnal. Lent a pataknál, a fák közt. Meg tudnád mondani, hogy nézett ki? Kérdezte két. Kori fogai vacogtak a hidegtől. Túl messze volt. Jackie volt rajta, vagy rendes kabát? Nem emlékszel a kabátja színére? Vagy a sisakjára? Vagy a szánra? Mintha kék lett volna a szán. Nem, nem is tudom. Csak egy pillanatra láttam. Két most a szülőkhöz fordult. Kérem, maradjanak itt! Bekapcsolta a mikrofonját, és beleszólt. Figyelem, a gyanúsított valószínűleg motoros szánt használ! Két hangja és viselkedése kifejezetten nyugodtnak tűnt, John mégis olyan érzelmeket látott mögötte, amelyeknek nem tudott rájönni az eredetére. Az újabb holttest felbukkanása kavarta fel ennyire, vagy valami más zajlik a lelke mélyén? Két Burgholder tényleg titkol valamit előtte? Mi értelme annak, hogy ide kicipelte ezt a holtestet? kérdezte a nő. Sok ember jár ide korcsolyázni? kérdezett vissza John. Két ránézett. Igen, ilyenkor hétvégenként egész szömeg van itt. Minél több embert akar vele sokkolni. Átvágtak a földgáton. John látta a hóban alány korcsolyáinak éles nyomait, ahol lement a jéghez. Ott, mutatott lefelé A pataknál, a fák közt. Ebben a pillanatban John is meglátta a kupacot amely úgy festett, mint egy kóborkutyák által földült és szétmarcangolt szemetes zsák. Két elindult lefelé, csapkodó karokkal egyensúlyozva a fagyos földbuckákon. John lenem véve szemét a hóban látható kupacról, bukdácsolt utána. Vigyázzon a nyomokra! Figyelmeztette kétet. Magasra torródott hóbuckákon vágtak át. Aztán, mintha valami láthatatlan erővonalnak ütközszek volna, hirtelen megtorpantak. John rengeteg helyszínt látott már, hisz öreg zsaru. Látott természetes halállal elhunytakat, és olyan szörnyű és véres gyilkossági helyszíneket is, ahol a legöregebb zsaruk is tédre buknak és hányni kezdenek. Látta a rossz útra tévedt drogdílerek büntetése korszokásos szakszerű és brutális kivégzések eredményét. Ártatlan gyerekek testét, akik banda háborúk közben kerültek a keresztűzbe. Meggyilkolt kisbabák tetemeit a szemétben, de ez a sok kegyetlen látvány sem készíthette föl arra, ami itt tárolt a szeme elé. A test egy szemetes zsák mellett feküdt. John először vérrel szennyezett fakó húst látott. Aztán egy barna hajcsomót. Üveges szemeket, amilyet csak kitömött állatok szemüregében látott eddig. Néma üvöltésre tátott száját, És rengeteg vért, amely megdöbbentően hatott a szűz havon. A testtől egy-két méternyire több rózsaszín szafat hevert. Először azt hitte, ruhamaradványok, ám ahogy jobban megnézte őket, rádöbbent, hogy azok a holtest hasüregéből kihasított és szétdobált belső szervek darabjai. De külső testrészek is látszottak szétszóródva a hóban. Egy női mell egy része. Egy levágott új, több méternyire a kinyújtott késztől, amelyhez egykor tartozott. Odéb egy szürkés rózsaszín béldarab, amelyből zöldes folyadék ömlött ki hátborzongató kis kupacot képezve a hóban. A női holttestet szó szerint kizsigerelték. Ó, Istenem! Csak halványan érzékelte, hogy két áll mellette, és úgy zihál, mint aki most futott be egy teljes maratoni távot. Alig kap levegőt, és egyet-egyet nyög rémületében. Johnnak sikerült elnyomnia magában ugyanezeket a reakciókat, benne a fölháborodás volt a legerősebb. Megpróbált ugyan klinikai közömbösséggel tekinteni az esetre, de akarata ellenére az a rettenetes nap jutott az eszébe, amikor rábukkant a felesége, Nancy és a lányaik meggyalázott holttestére azok a megégett, megfeketült testek kicsavarodott tagjaikkal. A megpörkölődött hús és az éget hajszaga. Látja valaki a tettest? Két hangja térítette magához, ahogy a nő a mikrofonba beszélt. Közben John felé fordult, de látszott, hogy nem látja a férfit. Hívják a serif hivatalát! Küldjenek ide minden embert, akit csak nélkülözni tudnak! Be kell keríteni a terepet, és Koblenzet is hívják. Dobjon félre minden más munkát, és azonnal jöjjön ide. Elvette a kezét a mikrofontól, és egy pillanatra becsukta a szemét. Hogy a fenn egye meg? Felismeri az áldozatot? Kérdezte John. Nem, mondta. Istenem, hogy ismerhetném fel? A férfi tette meg az első veszélyes lépést a test felé. Vérszag úszott a levegőben. Az áldozatot a szegcsonttól a szeméremcsontig felhasították. Több szerv is kitüremkedett a hosszú nyíláson. A test még párrálott a hidegben, és ebből John számára nyilvánvaló volt, hogy rövid idővel ezelőtt ez a nő még életben volt. Rettentően gyorsan követik egymást a gyilkosságok, mondta, s közben érezte, hogy a szíve őrülten kalapál, és az erejben veszett iramban zúg a vér. Szerette volna azt képzelni, hogy csak az előző futástól, de rájött, hogy a haláltól való ősi félelem tartja remegésben a testét. Mindeddig fogalma sem volt arról, hogy ilyen erős benne az életösztön a szabadban levő helyszínek mindig rizikósak. A hideg és a hó, meg ennek a helyszínnek a puszta miatt is rémálomnak tűnt számára az egész. Főnök! John odafordult a hangra, és tg pillantotta meg, úgy húsz méternyire, lent a tópartján. A szemes sarkából látta, ahogy két megpróbálja összeszedni magát, majd elindul lefelé az emberéhez. Még egyel végzett, mondta T.G.-nek. T.G. észrevette a holttestet, majd ilyetten elkapta a fejét. Ajaj, te jó Isten! John gyorsan ennyit mondott tg Én követem a nyomokat. Maguk ketten maradjanak, és biztosítsák a helyszínt, még kihívom a bőnügyi technikusokat. Megyek magával! Vágott közbekét hevesen. Jobb szeretném, ha... Maga csak az időt vesszegeti, Kiáltott rá két, majd előhúzva a fegyverét, rohanva indult az erdő felé. A francba! Rászta meg John a fejét, majd bólintott egyet T.G.-nek, és két után vetette magát. A motoros szányomait követve bejutottak a fák közé, de közben vigyáztak, hogy a nyomokat ne érintsék. A nyom, amelyet a gyilkos hagyott, szűk csíkban kanyargott a fák közt. A nyom két oldalán szaladtak, figyelve azt is nem hagyott el valamit út útközben a sietség miatt. Néhány percig csak a lépteik tompa ropogása hallatszott a hóban, meg ruháik sorlódása, ahogy a karjukkal is segítettek a futásban. Az erdő hallgatott. Egyszer csak egy varjú károgott nem messze, majd fölröppent. A következő pillanatban John fülét távoli zaj ütötte meg. Túl közel volt ahhoz, hogy az útról jöhessen, túl éles ahhoz, hogy repülő zaja legyen. Megállt és intett kétnek, hogy ő se csapjon semmi zajt. Hallja? A nő is fülelni kezdett. Nyugatra, azon a nagy kukorica földön. Mondta, majd benyomta a mikrofonját, és beleszólt. Másfél kilométerre vagyok a halastól éjszakra! A gyanúsított tőlünk nyugatra menekül. Figyeljék, hát ha elébe tudnak vágni! Ezután ismét futni kezdett, John megkövette. Már-már elviselhetetlen fájdalmat érzett a melkosában. Annyira egyre közelebb ért a szívéhez. Amilyen pehje van, itt a semmi kellős közepén fog a végén infarktust kapni. De csak futottak tovább, szinte az örökké valóság óta. Mély túrzásokon és a számtásdúlva hepehupáin át. Két megállt egy patak hirtelen mélyülő partfalánál, és csöndet kérve fölemelte a kezét. John megállt mellette, és a két térdére támaszkodva zihált. Eltűnt a rohadt mocsok! Dühöngött két. Igen, de hová? Ez csak egy kibaszott hajszálon múlt. 15 méterrel a garázs előtt megnyomta a távirányítót és lassított. Megállás nélkül viharzott be a még nyíló garázsajtón, csikorogtak a lécek, és szikrázott a vezetősín a betonon. Behúzta a féket, letette az egyik lábát, és 180 fokkal megfordította a szánt a talpa körül. A hatalmas járgány két centire állt meg a munkapattól leszállt a motoros szánról, és megállt mellette. Kipattintotta a sisakja szíját az állán, kibújt belőle, és bedobta az ülésre. Tetőtől talpig remegett. Az ujjongó öröm és a mámor úgy dolgozott benne, mintha belőtte volna magát. Hogy ilyen borotva élen táncoló helyzetbe kényszerült, csak tovább feszítette benne a mohó életerőt. Érezte, hogy csurom ragacs az alsó nadrágja. Végig rajta volt a gyűrű a farkán. Csak utólag jött rá, hogy hülyeség volt felhúzni. Olyannyira begerjedt, miközben a motoros szántól odacipelte a lány testét, ahol végül a sorsára hagyta, hogy túlkorán korán elélvezett. Belement minden az alsó nadrágjába. Ha nem megy el ilyen hamar, rendesen beverhette volna a halott lányba. Az lett volna az igazi élvezet. Még egyszer végigfutott gondolatban mindazon, amit a lányjal művelt, és mámor öntötte el a testét. Micsoda bátor nő volt! Hogy küzdött! Mennyi erő volt benne! Teli volt elszántsággal és méltósággal tűrt mindent. Eddig ez volt a legjobb. Olyan dolgokat csinált meg vele, amelyekről évek óta fantáziált, de eddig nem volt bátorsága megtenni. Tisztelte, sőt csodálta ezt az áldozatát úgy, ahogy az előzőek közül még egyet sem. Évek kellettek ahhoz, hogy kikísérletezze és felfedezze, mi a legjobb neki. Lassacskán tanulta meg, hogyan lehet az elrabolt nőkből a legtöbbet kihozni. Most már tudta, milyen nők tetszenek neki, milyeneket kell felkutatnia. Régebben gyakran bepánikolt, amitől kapkodni kezdett, sőt, meg is ijedt. A félelem pedig hátráltatta a kivitelezést. Túl sokat kockáztatott azért, hogy kiélhesse vágyait, azt akarta, hogy az élmény megéri a hatalmas kockázatot. Ez a nő asszán a legvadabb reményein is túltett. Nem is kapkodta el, és kielvesztette minden pillanatát. És már is hiányozni kezdett neki a nő. Bár csak tovább tartott volna. Kezdett szomorkodni azon, hogy már nem az övé. Szinte üresnek érezte magát, Egyszer azt mondta neki valaki, hogy szenvedélybetege, De annál sokkal fegyelmezettebb, sem hogy olyan buta és ártalmas szenvedélyeknek hordoljon, mint a cigaretta vagy a pia. A gyilkosság azonban, amikor teljesen hatalmában tart az ember valakit, egészen másfajta szenvedély. Még a kábítószereknél is sokkal erősebb olyan kielégülés, amely nélkül nem tud élni sem. Lehajolt, és kifűzte a hót posóját. Aztán letolta a mellényes sínadrágot, kilépett belőle, és a motorosszán ülésére hajította. Aztán lehúzta a cipzát a slicszén, eltávolította a péniszgyűrűt, és letörölgette egy kicsit a bőréről a rászárat ondót. Szeretett volna alsó nadrágot is váltani, de erre nem maradt ideje. Fölkapta a kulcscsomóját a munkapadról, és beült a kocsiába. A távirányítóval kinyitotta a garázsajtót, és sebesen kitolatott. Mire az utcára ért, már a következő gyilkosságon kezdte törni a fejét. Okay. Huh?